a megoldásaival is minden egyes alkalommal olyan irányból támad, ahonnan nem számítok rá. Ugye eleinte kicsit ráncoltam a homlokomat, hogy tulajdonképpen hova akar ezzel kimenni, viszont amint ráéreztem így a, a tempójára, meg a vizuális megoldásaira, a, a képi, meg a nonverbális humorára, elkezdtem nagyon élvezni ezt a filmet. Tehát ha nem próbálják meg megcélozni azt a fajta dramaturgiát, amit ennyi időben egyszer lehetetlen, lehetetlen kialakítani, akkor akkor talán többet markoltak volna, mint, mint amennyit így, így sikerült. Olyan dupla görbéket csinál, amit ö, teljesen eltartod a hogy egy ilyen magyar film mer ilyen bátran nyúlni a műfai do dolgokhoz és a műfai kombinációkhoz. Hát üldözik egymást, meg van, tehát vannak olyan szekvenciák ebben a filmben, amik nagyon erősen emlékeztetnek arra, hogyha egy normális dramaturgiát szeretnének majmolni így össze-vissza ugrál az egész olyan szinten, hogy én még azt is nagyon nehezen tudom így emlékből, meg így alapból összerakni, tudom, de miről szólt ez a film? Meg hogy ezek a visszatérő cuccok még azt is megcsinálják, hogy ugye ellopja a polgármesternek a szexbábuját, ezt a végén a polgármester visszalopja a szexbábuját. Visszalopja, igen. <laughs> Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 197. alkalomból. A szokásos csapatból most csak én vagyok itt, Gergő, de cserébe hoztam egy új hangot nektek a podcastbe, akit még nem hallhattatok, aki pedig nem más, mint Szabó Kristóf. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat ebből a... Én is köszönöm. Igen, ebből a jeles alkalomból, amikor is folytatjuk a tavaly megkezdett tradíciót, ami a következő, a budapesti nemzetközi friss Hús filmfesztiválnak, a magyar filmes rovatainak a feldolgozását elkezdtük tavaly, akkor Stepanov Márkóval tekintettük át a, a magyar versenyfilmes blokkokat egy darab monstruózus négy és fél órás podcast adásban. Ez különben a 168. volt, hogyha valakit esetleg érdekelne, hogy hogyan próbáltunk meg 38 filmet megbeszélni egy adásban, ami így utólag már meglehetősen különös ötletnek tűnik. Most idén ezt, ezt több szempontból is megváltoztattuk, mert nem csak a versenyfilmes blokkokat beszéljük meg, hanem a, a nem tudom, hogy ez idei sajátossága, ez a műfajra magyar blokk, minden esetre most ezt is beemeltük a, a felhozatalba, és ennek alkalmából, alkalmából van, van jelen Kristóf, de mielőtt még rátérnénk a konkrét megbeszélőkre, vagy kibeszélőkre, azelőtt a utóbbi néhány adásban szokásossá vált bejelentőt ismét megtenném, hogy vészesen közelítünk a 200. adáshoz, ahol az 50. adás mintáját követve ismét készítünk egy ilyen kis kérdezfelelek blokkot, Úgyhogy ha bárkinek bármilyen speciális kérdése volna hozzánk, amit, amit szeretne föltenni, és arra biztosan szeretne választ kapni, akkor hogyha három darab kérdésből össze tudja foglalni érdeklődését, akkor azt a filmnéző podcast gmail.com címen nagyon szívesen fogadjuk, és, és meg is válaszoljuk most már belátható időn belül. Jó, na és akkor a kötelező körök után ilyen kis bemelegítőnek, öm, arról kérdeznélek, hogy hát mi tavaly arról beszélgettünk a, a, a Márkóval, hogy mennyire, hogy milyen, milyen döntés volt, hogy jó volt-e vagy rossz, és hogy mennyiben befolyásolta a fesztivál élvezhetőségét az, hogy a, hogy a Toldi moziból átköltöztek a, a puskínba, és akkor nagyjából megegyeztünk abban hogy, abban, hogy jó, most újabb költözés nem történt, ezért így általában fordulnék hozzá, hogy neked ö, mi a viszonyod a Frissús Filmfesztiválhoz, és miért, ö, ha, ha érvelnél amellett, hogy miért látogassa valaki ezt a, ezt a fesztivált, akkor mit mondanál neki? Uh. Nekem kicsit érdekes a viszonyom ez, ez a fesztivál az abban a tekintetben, hogy nekem nagyon sokáig nem volt radaron, annak ellenére, hogy filmszakon tanultam, filmszakos ismerőseim vannak, olyan ismerőseim, hogy ugye a szakmában dolgoznak, és nagyon sokan pont ezen a fesztiválon indítják el a karrierjüket azzal, hogy ugye, ugye az SF, hát nem is az SF, hanem más egyetemeken ilyen filmes dolgokat tanulnak, és akkor így vizsgafilmüket beküldik ide versenyezni, és akkor ez jelenti nekik ugye a nagy descat e são t te... Érdekes módon, nek, mint elég sok minden dolgot, nekem is talán a Letterboxd hozta el nekem ezt a változást, amikor láttam, hogy az ismerőseim hogyan logolják befelé ezeket a különféle rövid filmeket, és hogy hogyan ajánlják őket, és hogy ezek tényleg mennyire jók, és mennyivel jobbak, mint például sok esetben azok a nagy, magyar nagyjátékfilmek, amik be, amikor a mozikba eljutnak. És szerintem én tavaly. Kezdtem igazán úgy járni Friss Húsra, hogy kifejezetten egy-két egy szekciót, szekcióra jegyet váltok, és akkor megnézem az ottani filmeket, és akkor az ottani élményeket feldolgozom magamban, meg az is bejöhetett, hogy azért egy-két embert is, olyan embert is megismertem az elmúlt időszakban, akik ugye ezen a fesztiválon versenyeznek a filmjeikkel, például a legutóbbi friss hús vendéget, akit ugye posztál, a Márkó, ő és az egyik közeli barátom lett, és pont, pontosan az ő, ő filmjéről is fogunk majd beszélgetni, úgyhogy nekem ez, ez hozta a változást, meg hogy meg azért meg ebben az ebben idén mostani fesztiválon ez, ez, hogy van egy műfai filmes szekció, ez nálam nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy tulajdonképp, hogy mert mivel nekem a műfai filmes dolgok nagyon-nagyon a szívügyem, és éppen ezért nekem nagyon sokat jelent az, hogy, hogy végre vannak műfai filmes megoldások is fiatal magyar filmesektől, és hogy végre valahára belemerünk egy kicsit állni ezekbe a dolgokban, mert hogyha általában van dolog, amit kicsit kritizálni szoktam így a, a most mostani magyar film kapcsán, hogy hiába történt új, a már 30 éve rendszerváltás, mégis viszont gyakorlatilag két kézen meg két lábon meg lehet számolni azokat a rendes mű, próbálkoz, filmes próbálkozásokat, ami tényleg is tőlem, mint hogyha megpróbálnánk a legjobb dolgokat átvenni az amerikaiaktól és átformálni a, a, mi sajátos magyar ízünk, szájízünkre. Igen, 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 ez mindenképpen megfigyelhető, és azért is tök jó, hogy hogy mondod ezt, mert itt a, a tavalyi adásnak is a népszerűségén, meg a megtekintettségén látszik, hogy azért mondjuk a mi hallgató bázisunk nem feltétlen a, a fiatal magyar filmeseknek a rövid első filmjeire van specializálódva, de ezt én is mint hát olyan, aki szintén egy pár éve ismerkedtem meg ezzel a ezzel a filmfesztivállal. Tehát először azt hiszem az, az a tavalyit követtem végig, úgyhogy akkor az összes magyar blokkra elmentem, előtte pedig csak így bebeestem egy-egy vetítésre. Tehát tényleg én, én úgy jöttem rá, hogy létezik ez a filmfesztivál, hogy így valamiért egy filmért miatt így elmentem a Tolliba, hogy akkor most azt megnézzük, és akkor kijöttem, és ott egy rakás ember, és akkor ők így mennek vetítésekre, meg az ilyenekre, és egyik nap így oké, okay, akkor most menjünk el, meg, a, meg az efféle, teljesen, teljesen random. Viszont az ilyeneknek is tehát, mint én, meg ahogy feltételezem, hogy a, a, milyen a, a podcast közönsége, már csak abból kiindulva, hogy mi is itt nagyrészt tömegfilmekről, meg műfajfilmekről beszélünk már lassan kétszázadás óta, úgyhogy ez, ez, a, ez a műfajos próbálkozás, meg ez a műfajos tematikus blokk, ez biztos egy nagyon nagy reklám lehetne az olyan ízlésűeknek, mint amilyenek, amilyenek mi vagyunk. Szóval azért is Gondoltam itt erről megnyilvánulni, mert a, a hallgatóságban biztos számos olyan ember található, aki nagyon szívesen venne, hát ne, ha nem is mondjuk azt, hogy szomjazik már valami autentikus műfajos tartalomra vagy magyar oldalról, de azért mégis szívesen venni, ha látna ilyeneket, de mivel a nagyjátékfilmek között meglehetősen kevés van ilyen, már csak azért is, amit te mondtál, meg amiatt, hogy a magyar filmben mindig is volt egy nagyon erős hagyománya a szerzői filmezésnek, meg a, a politikailag, ideológiailag érzékeny filmezésnek, ezért ezek a műfajos próbálkozások meglehetősen idegenszerűek, és sokszor félre is sikerülnek. És például a, a tavalyi mezőnyben volt egy rakás olyan film, amit uh, keményebb kritikával uh, fogadtam, vagy kicsit így fanyalogtam fölötte, hogy miért uh, miért is uh, kellett pont úgy csinálni egyes dolgokat, meg-meg, stb. Tehát ez az általános ilyen kritikus fanyalgás, viszont az idei idei felhozatalban, és nem csak a műfajos blogban, amit mindjárt kibeszélünk, hanem a, a sima magyar rovatokban is, meg hát aztán van még egy rakás rovat, tehát hogy ez egy nemzetközi filmfesztivál, aztán most mi a magyar rovatokat nyomjuk, de hogy vannak nemzetközi blokkok is meg ilyenek, amik nem tudom, hogy mennyire jók, de hát előttünk az élet, hogy felderítsük. Na, de hogy a, a nem speciálisan, tematikusan műfajos blokkban is volt egy rakás műfajos próbálkozás. Tehát például most már sokat emlegettük a, a Márkót ebben az adásban, de hogy az ő filmje, az egy ilyen érdekes vámpir koncepció, és hogy de az ő filmjén kívül volt még egy vámpírkoncepció koncepció a, a idei magyar felhozatalban, ami pedig egy egész más szempont szerint volt vámpírkoncepció, koncepció, és ráadásul mindkettőben megvan ez a nagyon különleges szerzői vonás, szóval igen, most még egyszer helyeselnék valamire, I amit itt egész igen, igen és, van, van, is egy sejtésem, hogy melyikről van szó, hiszen a... ilyen félig vámpi, félig kannibálos. Igen, ilyen marcang, szó, szó, szóval. az a cím, marcang. És a... Igen, igen, igen. Tehát az, az is egy azt tök mondjuk, érdekes. Igen, igen. Igen, azt mondjuk pont nem, nem láttam, és igazából a műfaj blokkon kívül is azt hiszem csak egy ö, ö, magyar filmes blokkra ültem be, úgyhogy ha valaki tud még kicsit, a kicsit szerzőibb, kicsit, kicsit szerző, kicsit műfajosabb rövidfilmekről beszélni, az mindenképp te leszel, de azért tényleg pozitívum, hogy még akár egy kicsit így a klasszikus magyar rendezői szerzőiség mentén is egy kicsit kezd beszivárogni e egyfajta, hogy mondjam, kicsit Laz, tehát kicsit lazulnak azok a keretek, amik úgy, úgy jön, nagyon nagyon sokáig elválasztották ugye a, a szerzői drámaiságot, meg ugye a műfajiságot. Igen, igen, igen. Mindenképpen. A többi filmet egyébként most idén még nem, nem, találtuk ki pontosan, hogy hogyan fogjuk majd kibeszélni, de előre azt, azt, tudom mondani, hogy legalább két adás lesz. Tehát most nem kis, nem akarjuk egy, egybe tömöríteni a maradék 38 filmet, vagy 39-et, vagy valami ilyesmit, mert az rettenetes lenne. De azért nem is akarunk tíz adást szentelni neki, vagy hetet, mert az meg egy másik szempont szerint túlzás, de valamilyen kettes-kettes bontásban majd fel, feldolgozzuk a többieket is. Úgyhogy ott is lesznek nagyon érdekes dolgok, és itt most még egy dolog eszembe jutott, és amit így el lehetne mondani a filmfesztivál kapcsán, szerintem ezt legutóbb is hangsúlyoztuk, de nem lehet eléggé, hogy már csak azért is érdemes az ilyeneket látogatni, mert hogy ezek a, ezek a rövid filmek, hát a szerencsétlen sorsukhoz ez hozzá tartozik, de hogy miután itt lepörögnek, utána az elérhetőségük az meglehetősen limitálódik. Tehát azt hiszem néha a a Cinego az megpróbál beleszállni abba, hogy, hogy legalábbis a zsűri által legjobbnak kiválasztott filmeket utólag meg lehessen nézni a, az interneten. De egyébként van évente közel 40 film, vagy most csak a magyarokra gondolva, de egy, egyébként kb. kétszer ennyi film, ami lemegy ezen a filmfesztiválon, és ennek az igen nagy hányada, az, az rendkívül jó. Aztán ezek eltűnnek, és utána, ha csak az ember nem keres, utána direkt, és nem megy utána, hogy akkor honnan lehetne megszerezni, és veszély fel a kapcsolatot az alkotókkal konkrétan, akkor ö, ilyen hagyományos módon nem tudja ezeket majd, majd megnézni. Úgyhogy ezek Igen, tényleg ez a... ilyen egyszerék. Igen, és egyébként ez nekem is egy olyan élmény, hogy egy csomó ilyen régebbi friss filmet, amit nagyon dicsértek, csak úgy tudtam megcsinálni, hogy az alkotója Vimeóra feltette, és akkor hogy a másik ismerősöm elkünyerált tőle, hogy a játszott hozzá, igen, igen. és akkor azt megosztotta nekem e-mailben, és így tudtam megnézni. És emlékszem, annó azt hiszem négy-öt éve szintén voltam, most itt hogy voltam egy ilyen kis filmfesztiválon, ahol láttam egy, Iszonyatosan jó ö, magyar rövidfilmet azt hiszem, azt hiszem az, az, az volt a címe, hogy a teknős meséje, és ö, azóta nem tudom megtalálni sehol, de így konkrétan, mintha fölnyelte volna ezt, szóval már csak tényleg ezért is érdemes ö, kitekinteni erre a fesztiválra. Igen, és hogyha bárki hallgatja ezt az adást, aki tudja, hogy a teknős meséjét hol lehet megnézni, akkor akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, és akkor annak majd nagyon örülünk, mert a, az ilyeneket azért mindig szívesen ö, fogadjuk. Em, és akkor szerintem most ezek után rámehetnénk a, a filmekre. Itt nézegettük a... Az újságban, hát ez, ez tavaly is megvolt különben, amikor elkezdtük kibeszélni a, a filmeket, az szerint, a sorrend szerint, ahogy fenn voltak a, a weboldalon, ahogy a füzetbe voltak, meg ahogy, a, ahogy ténylegesen vetítették őket, az nem ugyanaz, most ezen is tanakodtunk, de azt hiszem, ez egészen mindegy. A, az első, amit ebben a rovatban vetítettek, ez a Nibiru című hetényi Máté film, egy 21 perces ö, alkotás, és ö, szerintem úgy lenne célszerű most haladni, hogy azért nagyjából föl is vázoljuk, hogy miről szól a film, de azért olyan durván nem is lőjük le. E, szóval azt, azt hiszem, hogy e, itt arról lehetne leginkább beszélni, hogy e, hogyan valósul meg a műfajisága maga minimál formájában, és ez hogy, hogy nem válik zavaróvá. Ezt a filmet én egyébként kétszer láttam. Egyszer volt ez a Metuscope vetítés, ahol, ahol leadták, mert azt hiszem, ez egy, ez egy metus film, és különben ezt is érdemes figyelni, mert ezek a vetítések speciális pont ingyen voltak, és valami rettenetes mennyiségű filmet levetítettek, köztük animációsakat is, amiknek meg szerintem külön presztízse kezd már lenni a, ezen a, hát a filmfeszten is, meg általánosságban azért a magyar animációról mindig is jó véleménye szokott lenni az embereknek, és hát nekem is az van. és hát így, 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 tudtam ezt kétszer megnézni, és őszintén szólva ez, ez, olyan volt, hogy akikkel akkor néztem, ők kicsit így fanyalogtak rajta, hogy jaj, most ez ilyen kis aranyos, meg nem tudom, de őszintén ez, ez egy annyira ilyen jó hangulatú, feel good, film, hogy erre haragudni szerintem, ez tényleg ez a merő rossz májúság, De hogy miről is van végül is szó, tehát ez egy ez egy skifi szerűség, nem? Tehát valami ilyesmit De, lehetne igen, mondani. Én, kicsi, én igen, ezt kicsit én, én, úgy fogalmaztam meg, hogy olyan, mint hogyha a starbucks úgy fogalmaztam, olyan, mint hogyha egy kis így a magyar rögt valóságot így gyúrnák, így a klasszikus spielberg tehát hogy amikor egy ilyen szétszakadt családból származó fiatal fiú találkozik valami egészen, találkozik valami földön kívülivel, és olyas valamivel, ami ki akarja szakítani ebből a nyomasztó minden abból, amit ugye, amikkel ugye szembe kell nézni, és akkor ennek így a kettősége, kettősége tehát hogy a, a fantasztikum, meg meg a, a, meg a realitásnak a szembenállása, és hogy ez milyen hatással van ugye erre a szétszakadt családi életre, mert itt ebben a filmen tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy egy fiú, egy, egy ilyen csillagász fiú, aki egy ilyen lerobbant lakókocsiban él a, a nyomorék apjával, és ilyen mindennapos kulimunkát csinál, hogy ugye magukat, és ha van valami ö, ö, öröm az ő életében, akkor ugye az az asztrológia is az, hogy a csillagokat megfigyeleti ugye az apjával, és akkor ugye te is hogy ne lőjük le a point, de egyik nap lát egy, egyik éjszaka egy ilyen nagyon különleges meteort, és akkor elindul ennek a felkutatására, és e, tulajdonképpen erről szól a film, hogy mennyiben tudja megváltoztatni egy ilyen különleges esemény az ő életét, és hogy ő, hogy ő most akkor teljesen a fantasztikumot akarja követni, és ezzel így elszakítani magától mindenféle köteléket, ami kötti ez, a, ez a nyomasztó mindennapi élethez, vagy, vagy azért mégis nem, nem, tud, nem tud, és nem is akar teljesen ettől elszakadni. Tehát kicsit nehéz úgy beszélni erre a filmről, hogy ne, ne lője le az ember a point, de hogyha igazán összefoglalni akarom, hogy miről szól ez a film, akkor tulajdonképpen erről van szó. Tehát, hogy egy ilyen Tényleg aranyos, kicsit eh, magyarosan keserédes, hangulatú, de jó humorú, nagyon jól fényképezett, és tényleg így a mini, látható a minimális erőforrások ellenére, nagyon szépen kinéző eh, eh, kis rövid filmről van szó. Egyébként most így elgondolkodtam rajta, hogy mégis ki fogja hallgatni ezt az adást, tehát valószínűleg, mm -hmm. a a akik, akik hallgatják, azok vagy látták a filmet, vagy vagy se fogják tudni megnézni. Tehát, hogy. hogy <laughs> vagy hát akkor neki javasolhatjuk azt, hogy, hogy akkor tegyék meg, mielőtt meghallgatják, de akkor, akkor szerintem szóval nyomjuk, nyomjuk, fullba, és akkor lőjük le, hogy, hogy ja. ki tudjuk aknázni ténylegesen, hogy, hogy, miket hoz ez a, ez a film, Ezt szerintem megéri, és végül ezzel gyártható a legtöbb reklám neki, meg azért az is benne van valamennyire, hogy azt, a, az igazi lényegét, ami től ilyennél válik, amilyen azt talán nem is tudjuk a, a sztorival el, elspoilerezni. Én... Igen, mert az tulajdonképpen a hangulata a filmnek, igen, tehát igen. hogy van egy, van egy tényleg egyfajta ilyen a féllából így a realitás, féllából így a gyermeki kamasz fantázia határán levegő hangulata, amit, amit piszok nehéz megfogni, viszont ennek a filmnek mégiscsak sikerül így a maga minimalista eszközeivel. Igen, és tök jó volt egyébként, hogy mondtad ezt a Spielberges párhuzamot, mert nála is most, most nemrég néztem újra a harmadik típusú találkozásokat, és ez az ilyen csili mutogatjuk a, az ilyen éteri, égi kis érdekességet, momentum, meg ez az egész vonulat, ez teljesen megvan benne. És most mondanék egy elég vad analógiát, hogy tökre, mikor mikor először néztem, akkor teljesen bennem volt ez a, most a, oké, okay, akkor a fiú és az apja így ketten, tehát a, egy, egy családnak az összes férfi tagja él külön elvonulva egy, egy lakókocsiban az erdő szélén, és akkor konkrétan a meteor hozza a nőt, a srácnak az életébe, <laughs> és ez, ez ilyen elképesztő volt, hogy van, a, van ez a, nemrég néztem meg ezt is, szerintem a Valamit visszavíz Víz című melodráma, a Karádita konkrétan a, a folyóból fogják ki, és ez annyira durva, hogy ezek a, a 30-as, 40-es évek, vagy hát 40-es évek, mert a drámái tökre foglalkoztak ezzel, hogy a, egyrészt a, a, női alternatívák, a vívódás a két különféle, a két különféle nő között, itt most az éteri, meg aztán a később bejövő másik között, meg ugye a hétköznapi élet, a rögvalóság, a, az erdőszéli vegetáció, meg a, meg az égnek a figyelése között, ami szintén egy ilyen tök szimbolikus dolog, hogy akkor itt vagyunk lent, az apja az konkrétan lábra se bírálni, de ráadásul nem is csak olyan, hogy mint szülő úgymond leszerepelt levitézlet, mert nem tudja megteremteni azt a stabilitást, amire a, a srácnak szüksége van, hanem pont, hogy ő került szerebe, már csak azért is, mert eltartja a saját fia, de azért is, mert sok szempontból még gyerekesebb is, mint a fia. Tehát, mint hogyha a fia volna az, aki, aki inkább felelősségteljes, és visszaráncigálja, hogy na most éjszaka közepén nem keressünk meteort, meg, meg, nem is tudom. Tehát ez, az, 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 az ilyes fajták. És ez a, ez a dolog, hogy, hogy itt, itt van a, a, férfi principium, aki, amiket a, ráadásul ezekben a fiatal filmesek filmjeiben sokszor ilyen örök gyermekekként ábrázolnak. Például a tavalyi felhozatalban is volt egy, beszéltünk is róla, szerintem az volt a címe, hogy Sárkánykor. Tehát abban is konkrétan az van, hogy egy egy srác és egy csaj utaznak A-ból B-be, és a srác valami ilyen gigantikus középkori Conan kardot hordoz magával, és ilyen, <hül> ilyen fura, ilyen, ilyen, ilyen középkori-szerű kalandon mennek keresztül, miközben egy kortárs világban vannak, és tökre benne volt ez, ez a vonulat, hogy a, a férfi képviselet az egy ilyen örök gyermek létállapotban létezik, miközben a a női oldalról pedig lenne egy igény valami normálisra, valami, valami felnőttesre, valami ilyenre, és szerintem ebben a filmben ez tökre kiterjedt. Tehát itt már, a, itt már az apuka igen, is... Igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, tehát hogy, itt ez azért is érdekes ez az előbb dolog, meg hogy összekapcsolódja mert kicsit ez olyan, mintha itt a férfiak a saját álomvilágukba próbálnak menekülni a valóság elő, Igen, viszont a Igen. valóság mindig így bezúzza ezt az álmokat, és egyébként, amikor mondtad ezt a, hogy ezt a női dolgot, én, nekem, én egy pillanatig azt hittem, hogy azt az analógiát fogod hozni, hogy ugye a nők a Vénuszról jönnek, a férfiak a <coughs> <coughs> és egyébként itt most már szerintem előhetjük a poént, hogy itt a meteor az tulajdonképpen egy nőt jelent, egy földönkívüli kívüli lányt, akivel elkezd ugye találkozni a főhős, és ugye felajánlja neki a lány, hogy ha ebben az időben, ebben az, ebben az időpontban és ezen az éjszaka megint találkoztak, akkor elviszi őt a bolygójára, és akkor innen jön ugye a morális dilemma, hogy akkor ugye hátraadja, e az apját, és a vele való Mindennapos nyűglődést, vagy kitart mellette, és végül úgy dönt, hogy azért mégiscsak kitart az apja mellett. De egyébként azért is érdekes ez a női dolog, amit mondtál, hogy ugye a nő megérkezik, és ugye felkínál egyfajta normalitást, meg stabilitást, mert tulajdonképpen ebben a filmben két nő figuráról van szó, az, igen, amika, igen. az ugye az földön kívüli lány, aki azt ajánlja fel ugye az álomvilágot, és aztán pont a legvégén találkozik a főhősünk egy ilyen, szintén ilyen csillagász, rajongó, normális földi fiatal lányal, aki meg tulajdonképpen a normalitást jelenti, és így vele, a másik lányal mellett is köteleződik el, ugye a főhős, meg ugye a normalitás mellett is. Tehát, hogy ugye nem lehet az államvilágban örökké megmaradni. Igen, igen, ez is tökre, tökre benne van. Meg ugye az is, hogy itt azt a részt, amikor mondja neki a Mondja neki az űrlény lány, hogy akkor menjen vele a Nibirura, és akkor innen van a film címe, hogy ott vannak valami véletlenek. Tehát, hogy ő, ő mikor hazaér, és menne a randira, ami az utolsó, utolsó földi tartózkodásra lenne, akkor van valami ilyen, hogy az apja akkor elment keresni, de mivel kerekesszékkel közlekedik, és ö, teljesen szinte maga tehetetlen, meg állandóan fáj a háta, ami miatt a srácnak ott kell hagyni a munkáját, hogy hazamenjen, beadni neki a gyógyszereket, mert azt se tudja magának megcsinálni, meg az ilyenek, ö, meg hogy egyáltalán vegyen neki, meg ha leesik a szemüvege, akkor kész a gond, mert akkor nincs másik, meg ilyesmi. És hogy akkor is valahova elcsatangol a, a fater, és így szükségből utána megy, és akkor már lekési. Yeah. És hogy ez érdekes, hogy akkor most a véletlen intézi, úgy, hogy ne tudjon menni, de nem is jut eszébe, mert elkezd aggódni az apa miatt. Tehát ez egy tök érdekes ilyen homályban marad, hogy hogy, hogy döntene, mert a gondoskodási ösztön az előbb kapcsol, mint ahogy a Igen. vágyakozása kapcsolna. De milyen érdekes, hogy úgy működik a narratíva szinte, mint hogyha jutalmazná ezt a fajta, ezt a fajta reflexet részéről, hogy amikor érzi, hogy most az apjának szüksége van rá, akkor inkább nem megy el kalandozni az erdőbe, hanem hazamegy, de másnap beköszönt a csaj. Tehát, hogy, hogy a, tök Igen. jó, az álmok beígérik a nagy őt, aki tényleg a csillagokból jön, az egyetlen dolog, az összes dolog, ami, ami, neki örömként adódik, az a csillagokban van, és akkor az egyik konkrétan a földre szállt mennyország, tehát hogy valami ilyesmi, és hogyha azt nem ragadja meg, akkor azért az élet fogadni egy, egy hasonló típusú, de egy kicsit kisebb jutalmat számára, ami meg lehet, hogy egy életre szóló nagy szerelmnek a, a, a küszöbe, és akkor ez, ez mégis inkább megírja, hogy mondjam, megírja a befektetést, mint a, mint a másik. Igen, ja, abszolút egyetértek. És igazából azzal, hogy így, így ezt így jól felvázolod, nekem egy, egy, kicsit jobbá is teszed így az emlékét nekem ennek a filmnek, mert én amikor kijöttem erről a filmről, én úgy voltam vele ezzel, hogy ez jó volt, kicsit aranyos, viszont nem éreztem azt a fajta érzelmi katarzist, amit szerintem úgy akart volna a ugye a film vagy a rendező, de ez lehet köszönhető annak is, hogy ugye a minimalizmus miatt ugye elég a, a, visszafogottan van ez ábrázolva, és lehet, hogy ez a szolid jutalom, amit említesz, ez is direkt így van megcsinálva, tehát hogy nem ilyen nagy érzelmesen, hanem ilyen visszafogott minden naposan, ahogyan az élet is. De ez is tök érdekes, hogy a, most csak a minimalizmusról jutott eszembe, hogy a, azért a, a... Az űrlénylány is azért úgy van megoldva, hogy fel van tele van aggatva, karácsony igen, és, fadísz, és amikor először megjelenik, akkor azért van egy kis játék abban, hogy most akkor tulajdonképpen tényleg űrlényje, vagy egy teljesen kattant valaki, aki Igen, igen. Ilyen, ilyen karácsonyi mászkál az erdőben. Meg ez is tökéletes, hogy, hogy mert a, a, lány is, aki a végén a hétköznapi lány, mond, aki becsönget, vagy hát aki hozza ugye a, a, távcsövet, a rendelésre szóló távcsövet kiszállítja, ez is különben elég érdekes, hogy most hogy ez hogy is van, de mindegy, tehát ne, ne azt hiszem, ezek azok a részei a filmnek, amikre nem jó fejség rákérdezni, de lényeg, hogy a, a, aki hozza, ő is, ő is olyas, tehát ez a három ember, ez, ez a négy ember tök ugyanolyan típusú. Tehát a, a srác, aki egy ilyen szuperhős szemüvegben mászkál, mert érzékeny a szeme, de azért, ahogy az kinéz az a szemüveg, azért az, az meg, megcéloz, megcéloz egy, azért, egy, egy komplet másik műfajt is. Akkor a lány, aki tele van aggatva izével, karácsonyfadisszel, meg a lány, aki ugyanolyan csillag őrült, mint a srác meg az apja, tehát ezek ilyen hasonló típusú emberek, és a, azért így nehéz, öm, vagy hát nem teljesen egyértelmű, hogy, hogy akkor most kijött az űrből, és, és, és ki az, aki csak nem áll minden négy lábával a talajon, tehát, hogy a földtől való elemelkedésnek a különféle szintjei találkoznak itt össze, vagy valami ilyesmi, és érdekes módon az a legesetlenebb, aki a, aki a legkevésbé áll a földön, és ez lenne az apa, ugye, aki ugye nem tud megállni a saját fizikai lábán, ezért így a szellemi értelemben, vagy hogy mondjam, el kell emelkedjen a talajtól, hogy, hogy egyáltalán hogy létezni tudjon. Vagy hát most ezt én így tudnám megfejteni. Öm. meg itt még az jutott eszembe és ezt az előbb el is felejtettem hogy a srácnak ugye van egy valamilyen betegsége, hogy a, a szeme az érzékeny a, a fényre, tehát például napközben egész végig az ilyen kvázi napszemüvegben járkál, hogy ne, ne érje fény a, a szemét és ez milyen igen, érdekes mert... igen, 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 igen ugye ez, egy, ez egyébként ez olyan, ez a szem dolog hogy ezt szerintem tesz szúrtad ki, mert nekem nem jött le, és én nekem én, én, úgy voltam vele, hogy csupán azért ö, van rajta ez a szemüveg, hogy ezzel adjon magának egyfajta, egyfajta identitást, viszont, viszont mivel a, te már ugye kétszer láttad ezt a filmet, lehet, hogy ezt egy gyorsabban kiszúrtad. Én nekem ez nem tűnt föl. Igen, meg szerintem nem is annyira erős maga a motivum. Tehát van egy ilyen rész, azt hiszem, amikor, a, amikor találkozik az erdőben, a, 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 a hogy az leveszi róla a szemüveget, és ő meg tiltakozik, hogy ne, ne, meg ilyesmi, aztán megőrül és belevilágít a saját harcába a, az, az éve a, a, zseblámpával, és akkor örül, hogy nem, nem, nem bántja, nem fáj a szemének a, a fény, de ez igazából csak egy ilyen érdekes dolog, hogy mm. ő, a távcsövet nézi, ami ugye a fényt sűrítés, akkor a csillagok, mint a nagy fénylő cuccok, és pont arra érzékeny a szeme, és akkor ezek így ilyen végzetszerűen összekötik ezeket a dolgokat, hogy, Pont a betegsége eltávolítja attól, ami az egyetlen remény reménysugara, és akkor az álm, álmában a, a, megjelenik a lány, aki fényt áraszt, de akinek a fényére nem érzékeny a szeme, sőt, a, akinek a jelenlétében ez a fényérzékenység egy, általában véve eltűnik, és akkor ez ilyen, hát jó ez is, ez a, érdekes. Tehát ez az a fajta, tehát sok plusz ez nem ad hozzá szerintem a filmnek így a kritikai megítéléséhez, de nagyon sugárzik belőle, hogy mondjam azt, hogy itt valaki átolcettig átgondolta a terveket, tehát, hogy ami benne van a filmben, az mind csatlakozik egy közös mitológiához, tehát nincs hmm. benne fölösleges aspektus, hogy most csak azért fel van aggatva valami, hogy ott legyen, hanem akkor annak van valami értelme. Jó. Legyet, érte. Ja, és már <laughs> még egy utolsó dolgot akartam megijedni ehhez a filmhez, hogy szerintem a szereplők ez ilyen rettentően hitelesek voltak, a maguk rettentő hiteltelenségével. Nagyon jó, nagyon jó, kasz, nagyon jól van kasztingolva ez a film, és ez szerintem általában a legtöbb filmről elmondhatjuk, most amiről beszélni fogunk, hogy igen, igen, a kaszting az igen. jól el bennük. Igen, tehát itt is ezek a... Itt, itt különösen. <laughs> itt egy csak egyet emelnék ki a, a végéről, amikor megjön a, a csillagász és akkor ahogy így köszönnek egymásnak, és mondja így a srác, igen. Vagy szia, <gül> <gül> abba, hogy szia, úristen, Hogy csak abban, hogy szia, abban benne volt minden, ami ebben a karakterben igazából fontos. Igen. Tehát ez az... Az, hát, az, az a kamaszos szerelmi idegességnek a manifestáció, abban benne van abban a, egy szóban, és ahogyan mondja. Igen, igen, és tök jó, hogy az is benne van ugyanakkor, hogy nem válik tőle ilyen nagyon kínossá, hanem pont annyit enged meg a a paródiából, meg a humorból, hogy az feloldja a kínosságot, és akkor pont, pont jó lesz. Tehát ez... Szóval ez, ez nagyon jó volt, szerintem. De azért persze nem kell elájulni, szerint, hogy láttunk már ne jobb filmeket is, de... Tehát, tehát egy, egy, szó, egy nagyon, nagyon szolid és értékelhető film főleg a, egy műfaján belül, ami nem egy könnyű dolog, főleg itt Magyarországon szifit csinálni, és, és hogyha valaki már ezt a szintet így eléri, Ö, ilyen kis ö, ö, eszközökkel, akkor azt mindenképp értékelni kell. Igen. Nekem egyébként az volt a benyomásom, amikor először láttam, hogy na ez volt, ez volt az a film, aminek a végén így nagyon sajnáltam, hogy akkor ez most nem tart még tovább, mondjuk egy óráig, hogy nem egy, nem egy teljes film, mert ez az tök aranyos, hogy nem volt semmi, ez, ez a legjobb műfaj vele járó, amikor őszintén szóval bot szerű karakterek vannak, akikbe én többet rakok bele utólag, mint amennyit őt igazán mutatnak, és elkezdek kötődni, hozzájuk a maguk egyszerűségében, igen. meg a maguk szimbolikusságával. Igen, tehát az mindig a, a, az a jó műfaj mechanizmus, amikor olyan karaktereket látsz, akiknek el tudod képzelni az előéletét is, meg az utóéletüket is. Igen, igen, igen. Na jó, szerintem akkor mozduljunk rá a következő igen. következő műre. Ez a kellemes apokalipszist című. Géci Dávid film. Volna kedved neked felvázolni a, a plotot? E, jó, megpróbálom gyorsan abban felvázolni. E, tulajdonképpen ez a film tulajdonképpen arról szól, hogy van egy klasszikus álmos magyar falucska, ahol megvan ugye a szokásosan a kocsma, ahol az öregek összegyűlnek, van a, a sor postára, mindenki feladja a csekket, és az a egy különbség, hogy ez a falu egy atomerőmű mellett van, és egyik nap megtörténik ott egy, 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 egy baleset, vagy valami katasztrófa, amit mi nem látunk, csupán annyit, hogy megérkezik a hadsereg, és elkezdik ki evakuálni az egész falut, és majdnem mindenkit ki is evakuálnak, leszámítva egy öregembert, aki egy ilyen teljesen elhagyatott magányos házban éldegél, és láthatólag ö, m, úgy van az élettel, hogy már nem nagyon vár tőle semmit, és amikor felfedezi, hogy ő egyedül maradt a faluban, tulajdonképpen is nem zavarja őt már senki, és megtehet konkrétan bármit, akkor elkezdi konkrétan élni azt a, az életet, amit, ö, mindig is akart, tehát, hogy azt viszel a boltból, amit akar, elkezdi a szomszéd kecskét, meg tyúkjait ő etetni, bemászik a, a falu leggazdagabb emberének a házába, és akkor ott tévét néz is. Tehát, hogy tulajdonképpen ez majdnem, hogy egy ilyen kicsit ilyen magyaros a magyaros összegyúrása így a, az omega embernek, meg a parazitáknak, ahol tulajdonképpen is arról van szó, hogy mi az, amit ha lehetősége van az embernek, hogy azt csináljon anyagilag, meg szociálisan, amit akar, akkor mennyire él vele, viszont ezt ilyen nagyon, nem nem kifejezetten szatirikusan, hanem így kicsit ilyen groteszk, abszurd ö, módon ö, ö, ábrázolja, é, Egyébként ez is egy nagyon aranyos film, és nagyon uh, jó humora van, amit rögtön fel lehet írni neki pozitívumnak. De, és um, nekem de kicsit olyan volt ez, ez a film, hogy eleinte kicsit ráncoltam a homlokomat, hogy uh, tulajdonképpen hova akar ezzel uh, kimenni, viszont amint ráéreztem így a, a, tempójára, meg a vizuális megoldásaira, a, a képi uh, meg a nonverbális humorára, mert ez nagyon fontos kihangsúlyozni ebben a filmben gyakorlatilag alig van dialógus, és hogy a főszereplőnk szinte egy szót sem mond. Igen, igen, És, igen. és teljes, 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 mértékben így arcjátékkal dolgozik csak. Viszont amint erre ráéreztem, akkor elkezdtem nagyon élvezni ezt a filmet, és élvezni a, a furcsa, kifacsart, viszont tényleg nagyon szórakoztató hangulatát. Igen, igen. És ö, tehát ez megint egy olyan... Azt hiszem, hogy ez volt az a, az a film, aminél ö, a közepetáján, úgy, ö, vagy nem is tudom, hogy a közepetáján-e, de valahol a vége felé bennem fölmerült, hogy oké, okay, van van egyfajta módja annak, ahogy, az, ahogy a, a bizonyos típusú rövid filmek ezen a filmfesztiválon véget szoktak érni. És jött egymás után három-négy ilyen pillanat, Ebben igen, a az, az, egyetlen, az, az az egyetlen kritikám is. Ez az egy dolog, amit ilyen kicsit haragszom rá, hogy nagyon igényesen és nagyon kompaktul össze van rakva egészen a végig, ahol olyan érzése van az embernek, mint hogyha igazából a, az írórendező nem tudta volna igazán eldönteni, hogy ő hogyan szárja le ezt igen, a filmet. Igen, és és írsz írt hozzá három... Négy befejezést, és ahelyett, hogy kiválasztotta volna az egyiket, úgy döntött, hogy mind a, mind a három négyet lefilmezés egymás után teszi, ami csak az a, az a baj, hogy ezek egyrészt egymást kicsit kioltják, másrészt pedig szerintem pont az első, amit gondol az ember, hogy hogy amikor van nyugodtan szpolyerezhetünk, hogy amikor lejár ez a vészhelyzet, és visszajönnek a, az emberek, és elkezdik visszavenni az ingóságaikat, ami ott van az öreg házának az udvarán, ami kicsit azt implikálja, hogy, hogy azért mégiscsak volt valami fajta sugárzási katasztrófa, ami szép lassan megölte, és úgy, de, de úgy kiélvezte az életet, és csöndesen eltávozott, de visszajönnek ugye a falusiak, és akkor visszajönnek, visszavesznek mindent, és szépen visszatér minden a maga kerékvágásába. Szerintem ez lett volna a legelegánsabb, csak az a baj, hogy ez még így jön még két-három ilyen megoldásverzió, ami szerintem már sokkal kevésbé működőképesek, és kicsit alávágnak annak, amit az előző úgy 20 percben láttunk. Igen, egyébként szerintem először akkor érhetett volna véget a film, amikor tehát lehetett volna egy ilyen nagyon, nagyon friss új filmfesztiválos befejezés, hogy összelapja magának a cuccokat, aztán ott ül így, a elégedetten csámcsok valami cuccon, bejön még 80 adjára a kecske, valahol elmegy, és akkor így véget ér. És akkor ez lett volna ez, a, ez az ilyen magyaros flagma, mutatom a fakott film, hogy elmentek a gyökerek, oké, okay, akkor szétlopom, és kész. És akkor oké? Okay? Igen, de, de az az nagyon cinikus lett volna, Igen. nem is illett volna a filmnek így a hangulatához, tehát hogy... Igen, ezt, szerintem sem. Ezt ugye, azt elegánsan kikerült a Léci Dávid meg aztán ez, 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 lett volna a másik, amit tényleg mondasz, hogy akkor visszajönnek, visszaveszik, és akkor ő vagy feltűnik, vagy nem, de tényleg ez a, ez a legjobb, amit, amit te mondasz, hogy akkor már úgy meg se jelenik igazán, hanem akkor gondolkodunk, hogy jó, mégiscsak volt valami, és akkor ott közben meghalt, vagy valami és mi, de legalább akkor ez egy ilyen kompromisszum, hogy mindenki egy olyan véget kapott, amit akkor hát a többiek meg visszaviszik Isten a foteljaikat, és akkor jaj, de nagy dolog, meg mit tudom, de rájönnek, hogy megmártozott a, a medencében az öreg hapsi, akkor teh újra töltik, hogy nem tudom, tehát, hogy úristen. És akkor ehhez képest ugye egy ilyen nagyjátékfilmes oda-vissza, oda-vissza vége van, mint a, mit tudom én, az akciófilmekben, a, az, hogy el kell menni A-ból B-be, akkor ott van egy vesztes kör, akkor visszajönnek, visszamennek, és utána van vége, hogy akkor van egy olyan még ugye a legvégén, hogy, hogy de az öreg hapsinak csak azért se tetszik, tehát hogy mintha nem lett volna elég egyértelmű nekünk a film első feléből, hogy ő jobban szereti az életet sugárzással és emberek nélkül, mint sugárzás nélkül és emberekkel, akkor itt a végén megcsinálják még egyszer, hogy de akkor elmegy és tényleg felropantja az atomerőművet. Igen. <laughs> az, az hogy az akkor éreztem egy kis elégtételt, amikor, amikor jó, most leültem még, még 10 percet pluszba ebből a filmből, pedig már nagyon vártam, hogy legyen egy katartikus vége, és akkor látom, hogy na mit terveznek, akkor úgy örülök, hogy jó, akkor legalább szétrobbantott a picsába Igen, a kollégák, tehát hogyha már kiúzzák, akkor uh, maxolják is ki, és, tényleg kimaxolták. Uh, és a, apropó kimaxolás, nekem például um, nagyon, uh, Nehéz lenne eldöntenem, hogy melyik filmet szavaznám meg top egynek ebből a rovatból, mert ennek például van szerintem ez egy ilyen gyenge pontja, amit most nyistörünk, de egyébként egész végig nagyon jó, és ráadásul van benne egy olyan rész, amit, amit egy másik film se tudott, nem csak ebben a rovatban, de persze nem is céloztak meg más filmek ilyesféle megoldást, de hogy szerintem a közels távol ilyen ilyesmit a globális filmfogyasztásomban nem igazán láttam. Ez pedig, amikor pakolnak fel a kocsikra, meg le a van egy van egy kurva hosszú vágatlan, amikor a kamera így hátra elmegy ide-oda, az emberek mennek előtte A-ból B-be, bejön egy cipő, kivesznek egy dobozt, lejön egy katona, ki száll valaki, beszállnak, stb. És egy ilyen elképesztő összetett ilyen mélységi kompozíció, vágatlanul, ahogy pakolnak le, meg az emberek mennek el, és kb. egy snitben intézik el azt, hogy mindenki eltakarodik a faluból. És ilyen, wow, ezt így néztem, hogy mint eltelt fél perc, akkor föltűnt, hogy Úristen, most már mióta nem volt vágás, meg mi ez, és akkor nézem, nézem, és még tart, 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 és volt benne egy kis önismétlés, igen, meg gondolom érezték, hogy oké, okay, most ezt megkoreografáltuk, most ezt már mondjuk, mint egy 80-adjára vesszük fel, és akkor így érzem az erőfeszítést benne, de olyan paszott jó volt. Tehát egyszerűen annyira így összetett, és hogy ez megint egy ilyen dolog, amit a, amit a műfajfilmezésnél általában kiszoktunk emelni, hogy azért... Oké, oké, francia új hullám nagyon szeretjük, de hogy azért. Azért a művészfilmek sokkal kevesebbszer szer vérprofik, mint a műfajfilmek, és most a mitkált az hagyjuk, de. Ez a ilyen elképesztő profizmus, hogy, hogy úgy meg van koreografálva, és egybe van fölvéve, és mindenhol történik valami a háttérben valaki viszi a ilyen olyan bőröndöt, meg az előtérben valaki a cipőjét köti, meg az ilyenek, tehát. Ez nekem ez nagyon nagyon benne volt, és ráadásul ezt még kiegészítették ezzel, amit te is emlegettél, hogy, hogy van nonverbális, sőt, igazából az egész filmnek a nonverbális része a, a, nagyon erős, amit meg szintén nagyon díjazok, és ez megint egy olyan dolog, hogy amikor ezt műfajfilmek csinálják, a, a verbalitástól, az egyértelműségtől elemelkednek, akkor ez meg külön nagyon bravúros, hogy, úgy viszik véghez a, a, hogy mondjam, az üzenetnek az átadását, vagy az egész koncepciónak a kivitelezését, hogy nem fordulnak ehhez az egyszerűbb dimenzióhoz, hogy akkor elmagyarázzuk, hogy mi a humor, amit például a, a magyar komédia, vagy hát a magyar filmvégjátéknak az egész története. A, a, néma filmek óta sokszor erősen nyögött, hogy mindig is nagyon verbálisak voltak a végjátékaink. A szó, kurva jók voltak a szóbeli poénok, de hogy a vizuális gégek azok, azok elgyengültek. Igen, viszont ez a film, mivel ugye szinte nincsen dialógus, ezért teljesen így a vizuális képi poénokra igen, ő igen. Ő csak arra tud épülni, és tényleg érződik az az erőfeszítés, hogy ezt kimaxolják. Tehát például az, amikor Elcseni a az a, 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 a szexbábuját, és ráragasztja a halott felesége arcát, és azzal táncol, az egészen geniális. És egyébként, hogyha már a profizmusról van szó, és emlegetted ezt az esküttest, tudod, hogy mitől purvára a profi? Azért, mert csak akkor tűnik fel neked, hogy az esküttes, hogyha igazán odafigyelsz, igen, mert igen. egyébként olyan profin megy a flója az egésznek, hogy általában ezt. Nem szúrott ki, és sok, sokáig az amerikai filmek pont ezért voltak kurvára profik bennük, ezek például ezek a klasszikus vanerek, mert olyan ö, tempóval és dinamikával mozogtak, és annyi minden történt bennük, hogy nem is ö, volt időd azon gondolkodni, hogy a technikailag, hogyan csinálták, mert visz a sodrása a dolognak igen, meg tökre benne van, hogy, hogy nem csak mozgalmas, de mozgalmas is, ami teljesen feléli az embernek a figyelmét, hanem van benne egy rakás olyan megmozdulás, meg egy olyan, mint olyan svenk, vagy olyan ilyesmi, ami összerak egy, egy komplex belső montást, ami, ahol lehetne egy vágás is, csak éppen nem egy vágás volt, hanem balra fordultak, éppen nem vágás volt, hanem valaki belépett, és akkor nagy volt a cipője, és akkor így érezzük, hogy itt most van egy határ, még hogy ők nem is vágták el, és a többi, és a többi, és ennek a, a dinamikáját és a dramaturgiáját kiszámolni, azért az, vagy nem is hogy kiszámolni, Igen, mert ez nem nem matematika, tehát hogy ez ez nagyon... Ez, 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 a, rende, ez a rendes rendezői Igen. Munka, amikor valakinek van egy vizuális koncepciója, és nem akar csak szimplán snit ans ben gondolkodni, ezért kitalálja, hogy akkor ezt mi, akkor ezt most hogyan csináljuk meg úgy, hogy végig érdekes maradjon a nézőnek, és végig fenntartsa a figyelmét. És ez a megtervezettség, és ez a tényleg egy ilyen magyar rövid filmhez képest szédítően igényes megvalósítás az, ami nagyon dicséretes ebben a filmben, és hogyha már emlegettük ugye a nonverbalitást, akkor szerintem mindenképp említsük meg ugye a főszereplő öreg bácsit játszó Lukács Andort, aki valami egészen zseniális van, mert sót ebben a 25 percben. Igen, tehát ez, ez elképesztő, hogy tehát ez a, ez a, ez a vénember karakter, ami itt megnyilatkozik. Tehát akinek nem, hogy jó szava nincs, mert szava nincs, de egy jó pillantása sincs ö, senkire. Tehát ez, ez zseniális. <laughs> És a de már meg vannak ugye a, a visszatérő, tehát az egész már csak azáltal, hogy van az egészben egy egy duplikáció. Tehát, hogy többször átmegyünk ugyanazon a, a dolgon, és a visszatérő részek, hogy most állnak az emberek a postához, és akkor hatalmas a sor, és akkor már ki se állja, mm. meg az ilyenek. Tehát, amik így visszatérnek többször, ezek úgy változnak meg, hogy közben ő semmit sem mond, meg kb. ugyanolyan fejet vág mindenkire, de 5 perce vagy 10 perccel ezelőtt az a dolog még tök mást jelentett, de ugyanazt a fejet vágja, és közben annyira átalakult a filmnek a kontextusa, hogy már, már, már igen. egy más miatt való röhögni az egész. Tehát, ez, ez, ez rettenetesen jó benne, meg hogy ezek a visszatérő cuccok még azt is megcsinálják, hogy ugye ellopja a polgármesternek a szexbábuját, ezt a végén a polgármester visszalopja a szexbábuját. Visszalopja, igen. Ez, <laughs> jó. És hogy ott így megfogja, forog vele ide-oda, nehogy valaki nézi, miközben a kamera így nézi őt, de hogy ez, ez romantikus, tehát hogy minden benne van, a, ami igazán kell bele. Hát ez... Igen, és igazából az az érdekes az ő karakterében, hogy egyrészt tényleg ezt a klasszikus szeret sztereotípiát testesíti meg, de közben azt is érezzük, hogy mitől vált ilyennél, mert hogyha egy ilyen faluban mondjuk lehúzol 40-50 évet, akkor lehet, hogy nyugdíjas korra te is ilyen öregé változol, és te is azt fogod kivenni, hogy bárcsak ugyanúgy a, a szomszéd méreg drága tévét nézesed meg kipróbálásod a VR szemüvegét, hogyha már semmi más nincsen, csak meg hogy ne kelljen a számlákat befizetni. Szóval tényleg nagyon sok rétűség van ebben a filmben így a, a, az abszurd gegek mellett, és tényleg elismerésem méltó, amit itt összehoztak az alkotók. Igen, meg még egy annyit tennék még hozzá. Ez is ilyen a, az egyik a sok Remek megoldásból, benne, meg az ilyen visszatérő gegekből, hogy amivel szerintem, amivel nyit a film, hogy ő föl kell reggel, és hallja a fiataloknak a valamit, az idióta a zenéjét kintről, és akkor elmegy mellettük, de ez így elvonul mellettük a, a maga felsőbbrendű zsénbességével, és aztán, amikor mindenki eltűnt a, a faluból, akkor utána azt hiszem gazdagéknál, miközben ül a. a a kanapén ugyanazt a zenét hallgatja, mint amit a fiatalok hallgattak, amikor kiakad rájuk reggel. Hát, tehát ezek ilyen, és hogy ezek akkor olyan dimenziókat nyitnak meg, de csak nyitnak meg, tehát igazából nem mélyülnek el bennük, és emiatt válik. Ez megint humor rá, hogy nem, nem egy lélektan, de hogy akkor itt benne van egy ilyen fiatalság reminiscencia esetleg, hogy akkor az az nem maradt meg, és akkor a, a, a flagma hozzáállás és a srácok részéről, meg az ő részéről, tehát hogy ezek milyen érdekesen összekapcsolódhatnak, de ezek megint olyan dolgok, amiket igazából nem exponál a film, hanem ezek így nekünk, így itt vannak, aztán ha akarunk, akkor el elmerengünk rajtuk. És még a, van egy nagyon markás jellemző jellemvonás ennek a filmnek, ez pedig, hogy ilyen elképesztő sárgára van, fényelve, tehát hogy, igen, tehát, hogy, hogy és... E igen, igen. Tehát, tehát, hogy egy ilyen... E ne, nem is... E nem is azt mondom, hogy e ilyen e sárgára van színezve, hanem kicsit olyan, mint hogyha, te tehát olyan, úgy van szűrőzve, meg ugyan, olyan, mint hogyha egy milyen megfakult emlékmódon van felvéve ez a film. Te tehát, hogy, van egy gyanúm, hogy ezt lehet, hogy klasszik, klasszikus filmes nyersanyagra forgatták, vagy valami nagyon jó módon sikerült manipulálni a digitális képet, de tényleg, hogy van egy egyfajta már mar, nagyon markás megjelenése képileg, ami egy újabb pozitívum, főleg így műfai filmnél. Még hogy ez is ugye már csak azt, hogy így néz ki, ez csomó mindent a tartalomban, hogy egyrészt mit tudom, itt vagyunk falun, ahol Tudom, én az lenne az embernek a elgondolása, hogy akkor minden izé, minden, zöldebb és élénkebb, de ez nem egy ilyen falu, hanem ez egy előregedő falu, ahol ütt, itt is ott is romok vannak, ráadásul nyár van, tehát kurva meleg van, ezért is sárga meg, ráadásul atomsugárzás gyanúja forog. Atomsugárzás. Tehát, hogy ebben minden benne van, mintha a filmszalagot is elérte volna a sugárzás. Tehát, hogy ez teljesen teljesen tartalom és forma együtt van. Szóval ez megint egy kiváló. Igen. És említetted azt, hogy lehet, hogy ez volt neked a, az a film, amely legjobban tetszett a szekcióból, nekem is nagyon tetszett, viszont a pont így a befejezéses dolgok miatt egy, -egy csipet nyivel elmaradt attól a filmtől, amiről szerintem következőleg beszélni fogunk, viszont mégis nagyon tudom ajánlani, hogyha esetleg van lehetősége valakinek így ismerősen keresztül, vagy esetleg tényleg, vagy mondtad, színegóra esetleg fölteszik, akkor mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézzék meg. Igen. Nézzétek meg. igen, igen, mindenképp. Meg egyébként nem is tudom tényleg, tehát, hogy én nagyon vívódok, hogy, hogy mit kéne választanom, De hála azért nem beszéltünk meg ilyet, hogy top listázunk, úgyhogy nem, igen, úgyhogy igen, nem választok nem, nem is. Mert, mert ez is olyan, hogy, é, é. Igen, hogy a második fele az, az kicsit azért nyögvenyelőse, sikerül, de azért vannak nagyon nagyon durva erényei. Meg igazából ez... Azért sem mert hogy esetleg az a, kicsit fenntartsuk így az objektivitásnak az átszmeját, hogy most akkor nem azért pontozzuk föl, mert esetleg ismerjük az alkotókat, hanem azért, mert tényleg ennyire igényesen megvan meg van benne csinálva a sérés. Igen, igen. Meg egyébként is az utóbbi, nem, nem is tudom hány évben észrevettem magamon, hogy, hogy nem tudom, hogy el, el, mindent filmet megszeretek. Tehát, hogy valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy, hogy, nézem, nézem, és nem tetszik, nem tetszik, de mire kibeszéljük, addigra már rohadtul szerettem. Úgyhogy igazából szerintem nem is igazán lehetnék vádolható se, objektivitással, se az ellenkezőjével, mert nem tudom. Tehát, hogy valahogy, valahogy minden elkezd tetszeni azért, ami, ami ő maga. És akkor a következő alkotás, a Préda című Stepanov Márkó film, ami a hírhet a vámpír koncepció ebben a, ebben a rovatban, ami nagyon érdekes már abból a szempontból is, hogy, hogy fekete-fehér, ilyen a realitástól elképesztő távol helyezkedő, ilyen, ilyen, ilyen különös ilyen, ilyen, ilyen pseudo világban létező példabeszédszerű kortás magyar vámpír koncepció, tehát rendkívül, rendkívül speciális, ahogy, ahogy összeáll. Itt igazából arról van szó az alapszettingben, hogy egy, hát valahol a világban, egy, egy benzinkúton egy srác éjszakai műszakban dolgozik, és egyszer csak megjelenik nála egy, egy lány, aztán nem sokkal kés, később befut egy egy valaki, aki nyomozónak tűnik, és aztán később kiderül, hogy talán tényleg az, de túl gyorsan mutatja a jelvényét ahhoz, hogy én azt elsőre elhiggyem. Ezért függőben marad, de aztán mégis kiderül, stb. Aki elvileg a lány után érdeklődik. És akkor igazából a film arról szól, hogy, a, hogy fokozatosan ráébünk arra, hogy a, a lány valójában egy, egy vámpír, a, és akkor most ocsmányul leszpoilerezem, tehát ez tényleg egy olyan alkotás, amit érdemes, érdemes megnézni, szóval, ha valakinek van erre affinitás, akkor tényleg próbálkozzon, és majd csak utána hallgassa meg itt a spoilereket, mert úristen, na tehát igen, kiderül, hogy a hogy a, hogy a lány az valójában vámpír, és aki utána nyomoz, ő egy ilyen kvázi Van Helsing, aki itt most ráadásul még jogi személy is, vagy hogy mondjam, tehát nyomozó. És egyúttal, akinek személyes motivációi vannak a tekintetben, hogy a lányt elkapja, mert amikor ő még kicsi volt, már, mint a nyomozó, aki látszólag sokkal idősebb, mint a lány. De hát a vámpírokról tudjuk, hogy sokáig élnek ezért itt ez egy csavart beiktatta a filmbe ebből a szempontból is, hogy tehát neki a, neki a nővérét, a, a lány tette el láb alól, és lehetne így szóviccelni, ha írásban lennénk, hogy a T betűt zárójelbe rakom, és akkor ette el láb alól, tehát ez és emiatt neki egy ilyen egyrészt bosszú is van, másrészt vámpír vadász szerepbe is kerül. És igen, ez, a, ez, a, ez az alapszetting, és akkor a még a legnagyobb poént, azt még nem mondom el, de úgyis érinteni fogjuk, szóval ennyi, és én valahol úgy, úgy kezdeném meg a a véleményezést, hogy na ez az a film, ami a, a sztoriával is, és, a, és a, a megoldásaival is minden egyes alkalommal olyan irányból támad, ahonnan nem számítok rá. Tehát én egy darabig el nem képzeltem volna, hogy itt, hogy itt, poénok lehetségesek. Tehát én nem, nem hittem, hogy itt poénkodás lesz. De azért mégis fölmerülnek ilyen mellényzsebből kivirított igen nagy megmondások néha főleg a, főleg a részről, meg, meg, a vizuális irányból is tökre fölmerülnek ilyenek, ráadásul fölmerül a, a srác és a vámpírlány részéről egy ilyen feel good érzelmi vonal is, ami nagyon érdekes, egy ilyen hagyományosan a fekete erotika területén mozgó műfajban, tehát ez megint extrém módon speciális és nem is tudom, szóval, szóval most le, lepasztolom neked a labdát, hogy kérlek, mondj te is valamit, ne, hogy te tényleg, tehát hogy igazából az árdazáson kívül egyelőre nem jutok máshoz. Hát az a baj, hogy én is nagyon áradozni tudok erről a filmről. Én úgy ültem be erre a filmre, hogy én erről hallottam már egy-két dolgot, mert ugye én ismerőse vagyok a Márkónak, és ő már ezt a filmet korábban levetítette egy pár barátomnak, akik szintén áradoztak róla, szóval egy pici minimális sejtésem volt, hogy mire ülök be, tehát hogy egy ilyen fekete-fehér műfaj filmes dolgokra. dologra, viszont nekem is teljes szége, tehát hogy én, tehát hogy ez a film, ez úgy építkezik, hogy gyakorlatilag nem tudod megmondani, hogy milyen irányba fog elcsapódni, és még ahogyha ki is sapkozott, hogy mi az a terület, ahová beteszi a lábát, akkor is olyan dupla görbéket csinál, amiktől teljesen eltett a szállat, hogy egy ilyen magyar film mer ilyen bátran nyúlni, és nyúlni a műfai dolgokhoz, és a műfai kombinációkhoz, tehát, hogy ez a film, tehát, hogy ahogyan indul ezzel a benzinkutas settinggel, és ahogy megjelenik ez a lány, és elkezdi így a fiúval beszélgetni, és aztán hirtelen megjelenik ez a nyomozó, és tehát, hogy van ez a kicsit ilyen macskaegér féle hajsza, ami so, nem is igazán fizikai, hanem sokkal pszichésebb, mert ugye a nyomozó az, mert a nyomozó vámpirvalász az konkrétan azzal fenyegeti meg a srácot, hogy ráken, izé, ilyen hamis drogvádagot igen, ha igen, igen, igen. Nem, dob, nem dobja fel a csajt, és akkor van ez a feszültség, hogy akkor feldobja el a csajt, és, vagy nem, és hogy amikor elkezdenek megismerkedni, és akkor van az a, az a cigis, beszélgetős, táncolós szekvencia, ami kicsit ilyen 90-es években ilyen indie hangulatot hoz, de aztán ugye elmegy ebbe a vámpiros dologba, ami szerintem a film egyik legjobb poénjában jön ki, amikor megjelenik a benzikútnál az a spanyol nyelvű spanyolul beszélő csóka, és megpróbálja levarni a csajt, és a csaj gyakorlatilag spanyolul vissza beszélnek, hogy tudom, hogy mit mondasz nekem, te barom Igen, igen. Ami igen. hatalmas, tehát, hogy említettem ugye a poénkodást is, tehát úgy vannak poénok ebben a filmben, hogy sose töri meg közben azt a, borús hangulatát a filmnek, tehát, hogy, tehát, hogy ha, hogyha, tehát egy igazán erős műfai film a, akkor erős, hogyha úgy tudja kombinálni a különböző elemeket, tehát hogy a feszültséget, drámát, a humor, hogy közben csak se meg azt az alapvető hogy mondjam, struktúrát, meg hangulati struktúrát, amiben ö, beleviszi magát. É, tehát, hogy va, itt alapvetően egy olyan, olyan filmről beszélünk, ami úgy tud horror lenni, hogy közben van benne tragikum, úgy tud humoros lenni, hogy sose várjú, vizuálisan piszok jól össze van rakva, minden színész teli találat, és egyébként ami nekem extra szimpatikussá tette, hogy igazából a novellisztikus felépülítése ennek az egésznek, hogy tényleg hogy mondod azt, hogy van egy ilyen olyan világ, ami itt teljesen elragaszkodott a valóságból, viszont a figurák mégis úgy mozognak, úgy kommunikálnak, úgy cselekszenek benne, hogy az teljesen realisztikus, és ennek a kifordult világnak a szabályai, ki nem mondott szabályaihoz illeszkedik. Ez nekem nagyon-nagyon bejött. És az, hogy, a, hogy még ilyen. John Carpenteres szintizenét is igen, igen, tesznek igen. alá, hát engem ott kilóra megnyert ez a film, és egyébként tényleg kicsit olyan ez a film, nem tudom, hogy megvan-e neked a Carpenternek a 93-as ilyen antológia filmje, a Body Bags, mert annak az első szegmense is egy ilyen benzinkutas horror, tehát ugye ilyen benzinkutas egy helyszínes horror, ami gyakorlatilag így pár a felett, nem művel, meg ilyen, igen, de hát arra is nagyon emlékeztetett, és uh, van egy kicsit érzésem, hogy a Márko is abból nyúlt, de okosan. Tehát, hogy még, tehát még ezt is pozitívumként fel lehet hozni, hogy nagyon sok uh, hatást mert fel lehet viszont azokat nem úgy sem hogy közben átgyúrja a saját képére. Igen, igen, igen. Meg az is tök érdekes, hogy, hogy itt uh, a, a... Hát most a zenei vonalon, meg, a, meg az audio vonalon indulnék el, hogy az egész filmnek egy, egy a nulláról a digitális világban újra kreált atmoszférája van. Tehát, És ez megint egy ilyen netes témakör. Tehát én például a, a most legutóbb a Pólik Józsefnek volt a, a, egy ilyen posztapokaliptikus filmje, Basszus, aminek most elfejtettem a címét, pedig írtam is róla cikket. És tehát abban volt egy egy ilyen megoldás, amit ott a kényszerűség szült náluk, hogy, hogy nagyon kis költségvetésből dolgoztak, tehát ilyen extrém kicsiből, tehát hogy egész konkrétan, nem tudom, nulla forint, vagy valami ilyesmi, és hogy ott is úgy, úgy kreálódott újra az atmoszféra a, a világban, ami utána tökre érezhető volt. És na ott például egy nagy csomó ponton azt éreztem, hogy hogy gyenge és nem, nem stimmel, és, mint, és tehát mint, hogyha a teljesen természetes, autentikus atmoszférát akartak volna rekreálni a filmben, ami hát nyilván lehetetlenség. Tehát, hogy a helyszíni mm -hmm. hang nélkül, helyszíni hang az nem, nem fog sikerülni, tehát ez nem, nem ez a fajta ö, dolog. Viszont itt ebben a világban, amiben minden kibaszott furcsa, tehát, hogy itt, itt minden elképesztő fura, tehát, hogy még ehhez képest a. A Tarbéla-féle pseudovilág az semmi. Tehát, hogy a, az utolsó utáni ö, vidéki bunkó nekiáll ilyen fenköl dolgokat mondani az életről és a megfelellebbeshetetlenségről, és akkor az összes hosszú kifejezés, ami a magyar nyelvben csak van, azt ő kivirítja meg, ez semmi ahhoz képest, ami ami itt van. És hogy ehhez is milyen érdekesen hozzátesz, az, hogy az, a, hogy az audio része ennek a filmnek, ez teljesen egy ö, szintén egy ilyen pseudovilág. Tehát a a fekete-fehérséghez, meg ezekhez a nagyon, nagyon profin bevilágított, nagyon elképesztő éles, nagyon nagyon tiszta és nagyon digitális képekhez hozzátársul ez a világ. Tehát ez annyira kiemeli, és annyira átalakítja uh, a, ezt a hát konszenzuális valóságképünket, hogy amikor ebben történik valami, valami rendkívüli, valami furcsa, tehát, hogy például a csaj hirtelen megszólal spanyolul, vagy hogy hirtelen uh, kivirítanak egy poént, amire nem gondolnánk, vagy uh, vagy bármi ö, úgynevezett randomság történne, ami a való világban meglepő lenne, akkor itt az nem, hogy nem, nem meglepő, vagy nem, nem furcsának tűnik fel, és a meglepetés. E, nincs, is... nincs, nincs diszonancia tulajdonképpen. Igen, tehát éppen... van, ba, Mert teljesen le van képezve már az elején, hogy milyen, hogy amit látunk, annak nincs köze a valósághoz. Tehát, hogy itt a klasszikus, kreált áll reality, tehát hogy álvalóságot látunk, ami el van tolva így a, a rendezői stilizáció által, és emiatt ez a, ez a újra hangeffektek, meg ezek az így szándékosan éles fekete-fehér képek, ezek nem lógnak ki, mert azonnal tudjuk, hogy ezek a film világához illenek. Igen, tehát pont, hogy minden egyes következő cselekedettel ez a fajta világ éppen definiálja magát. Tehát miközben, miközben történik a film, közben születik is a film. Tehát hogy minden másodperc akkor jön létre, és annyira váratlan és új, hogy, hogy alig, alig van köze a, 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 a világhoz, amiben mi élünk. És azért mégis érdekes, hogy ugyanakkor a, tehát én már előre tudtam, hogy itt egy ilyen vámpír dolgot kell majd várni, és akkor gondolkodtam, hogy na jó, akkor mikor jön a vérivás, meg az ilyenek, és hogy erre azért relatíve sokat kell várni. Tehát nem egy, nem egy vámpír akciófilm, hanem Igen. relatíve sok időt töltünk a, ennek a rendkívül szerzői világnak a, a megismerésével, és amikor később előkerül, akkor is. Öm, tehát nincsenek ezek az egyértelmű, öm, fantasztikus, öm, tehát hogy nem nincsenek a nagy látványos, mit tudom én, Christopher Lee elhajítja nem tudom kit, és akkor 20 métert repül meg az ilyenek, tehát hogy ezek, ezek megvannak, hanem még az is, hogy valaki, akinek halottnak kéne lennie, az hirtelen föláll, az olyan, mint amikor a lány hirtelen megszólal spanyolul, tehát hogy kb. ugyanezen a szinten működik a fantasztikum is ebben a világban. Úgyhogy egy egész különleges, újszerű filmtípus keletkezik ebben a, ebben a világban. És egyébként nekem még az jutott eszembe, hogy hogy egyrészt valószínűleg, tehát ugye ez is olyan alacsony költségvetésből készült, és ezért nincsenek ilyen nagy akciók benne, viszont ez, ez a természetesség, amivel így kezelve vannak ezek a fantasztikum dolgok, ezek tényleg nagyon jól állnak neki. Meg ami még eszembe jutott, hogy amit nagyon jól aláhúz ez a film, főleg azzal, hogy mondja, Karakterekre fókuszál. Az a magának ennek a vámpírlétnek a kritikum, a hogy ő konkrétan ez a lány, enneki, ő csak egy valakit szeretett ő, életében igazán, pont azt a, a, a nyomozónak a, a nővérét, akinek konkrétan leszvikus szeretője volt, csak ugye az ösztönei azok felülkerekedtek az érzelmein, és ugye megölte, és éppen emiatt nem tud kötődni senkihez, és amikor ezzel a fiúval találkozik, ez is ezt, ezt a kapcsolatot is csak ilyen felszínessé tudja csinálni, meg ugye most így magában vita, Magában folytatja -e le, le a vitát, hogy most akkor kiszívja az ő vérét vagy sem. Tehát, meg, meg ugye hát magának, a nyomozónak is a karaktere, aki konkrétan az egész életét arra teszi fel, hogy megtalálja az ő gyilkosát, és végül ő lesz az, akinek előbb a lány kiszívja a vérét, viszont ez túléli, de ez automatikusan ugye azzal jár, hogy ő is elkezd vámpírrá válni, és éppen ezért ő inkább azt választja, hogy, hogy megfal és elégeti saját magát, mintsem, hogy ő a szörnyeteggé váljon, akit az egész életében kutatott és próbált levadászni. Igen, igen, tehát tökre van benne ez a, ez a nagyívű melodramatikus vonal. Tehát már csak abban is, hogy ugye a, ez a... És úgy, me úgy, me úgy melodramatikus, hogy közben nem érzed, mert, Igen. mert olyan hangulata a filmnek. Tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy van egyfajta, tehát, hogy sokat szoktam mondani, hogy az igazi hatásos porocivilereknek van egyfajta hideg éle, és ennek a filmnek is pont van egy olyan hideg éle, hogy ezt a melodramatikus fordulatokat nem érzed annak, igen, igen, igen. Tehát meg hogy, meg, hogy ugye de semennyire nem, nem legyinti meg a vámpirománcoknak az igen különleges ö, műfai alakváltozatnak a, a szele ö, ezt a filmet, hanem érdekes módon még az is benne van, nekem egyébként ez csak akkor ugrott be, amikor van egy ilyen, amikor a srác meg a csaj ülnek a kocsiban, mennek az A-ból B-be, hátul egyszer csak föl kell a csávó, aki életben maradt, és hogy, hogy az a rész, amikor még nem kell föl, csak vannak benne nekem arról, tökre az az érzésem támadt, mint az End of the Fucking World című sorozatban a, a srác meg a csaja, aki ilyen tök ilyen mindentől elszakadt valakik, akik kialakítanak maguknak egy ilyen furcsa alternatív helyzetet a világban, ahol van az autójuk, és akkor egy ilyen road movie-ban egy ilyen alternatív létsíkra helyezkednek, és lemennek a társadalom vonaláról, és arról a vonalról, amerre az, az tart. És hogy nekem ez tökre benne volt, hogy, hogy a, a lánynak ez a, érzelmi malőrje, ami egy egész életre, ami ugye vámpírra tekintve egy konkrét nem, nem, egy, nem egy ember, hanem egy örökké valóságra elintézte számára az érzelmi kötődésnek egyáltalán a lehetőségét is. Meg a srác, aki az Isten hátam mögött kettővel lévő benzinkúton éjszakai műszakban dolgozik, tehát ezek kellőképpen kilógnak a társadalomból már amúgy is. És egy ilyen furcsa, furcsa vonala van ennek az egésznek, amivel még a, hogy mondjam, a mai fiatalság érzelmi problémáira is ö, ö, mint egy reflektál hatsz azáltal, ahogy, ahogy kinéz meg, ahogy ö, ezek a mindentől elszakadt karakterek egymás mellé sodródnak, és ö, jön utánuk egy... egy idősebb nemzedék, aki nem feltétlen idősebb, mint ők, de hogy többet tud bizonyos tragikus tapasztalatok által, vagy bizonyos traumák által, mint, mint ők, és akkor az ő legyőzése, vagy hát az ő elhullása, az végül is, hát így megtörténik a narratívában, persze nem feltétlen tesz hozzá ahhoz, a, ahhoz ami végül is, hát ha van egyértelmű tanulság, akkor ahhoz, de mégis megtörténik, és ez tök érdekes ilyen nekem ilyen tök érdekes kortárs problematikákkal való analógiának is, is felfogható. Meg a, a, másik is ugye, hogy van ez a pillanat, amikor a csávó rájön, hogy akkor most ő is vámpír, de ráadásul ez a figura egy olyan, akinek simán átszökkennek a fogai kerítésén olyan kijelentések, hogy na mi van kicsákó, meg az ilyenek, és kb. ezzel a hangkorozással kérdi, hogy, hogy szórakozol, ugye? És hogy nem, nem tényleg vámpír lesz. És hogy még emellett is megmarad a melodrámának a, a mélysége, és amikor um, kérdezi tőle, hogy akkor, oké, okay, ha most megölöm magam, akkor oda áttalálkozom találkozom a, a, a nővéremmel, és mondja neki a vámpírcsaj, hogy igen, de hát mit tud ő erről? Tehát Nem. ez semmi, igen, és ez Tehát Tehát a... ez, 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 ez tőle csapán így, vagy mondja, egy ilyen utolsó uh, reménysugánként oda dobott. Uh, sejem száll, hogy talán megkönnyítse azt, hogy most meg fogja ölni magát a legető, legbrutálisabb módon, és igazából ami még nekem megmaradt ebben a filmből, az tényleg, hogy a narratívának van egyfajta kegyetlenség, kegyetlen könyörtelensége abban a szempontból, hogy ebben a sztoriban ő senki nem nyert. Tehát, hogy a srác az szerintem egy életre traumatizálódott el, ettől az egy éjszakától. A csaj az ugyanúgy megmaradt bán magányos vámpírnak, a vadászunk az meg konkrétan elégeti magát. Tehát, hogy azért jó, egy jó horror azért mindig kicsit kegyetlen, és ezért ez a film ebből a narratív szempontból a szereplőjével elég kegyetlen és konyörtelenül bánik miközben úgy, hogy az teljesen éleszkedik a narratívához. Igen, és sőt, az a, az a tankönyvi dolog történik meg igazából ebben a filmben, hogy a horrorban a legrosszabbnak kell megtörténnie, és Egen. hát itt, itt meg is történik, tehát teljes mértékben. Még azzal együtt is, hogy ezt a saját magát felgyújtó, igen, látványos és érzékletes momentumot, ezt a, a kegyelemnek egy ilyen pillanata előlegzi meg, amikor azt mondja, hogy igen, akkor találkozik vele, tehát hogy könnyíteni akarna rajta. Bár ugye az is benne van, ugye, hogy, hogy kb. mindenki ott marad, ahol volt. Tehát a narratíva felkínál szinte mindenkinek egy lehetőséget, hogy akkor békéljen meg, találjon rá a szerelmi világára, ő meg találjon egy csajt, vagy valami esmit, tehát hogy belenged egy ilyesfajta narratívát a film, de végül mindenki ott köt ki, ahonnan jött, sőt, még mélyebben, és a, a csávó pedig ugye, aki az egész életét azzal töltötte, hogy kereste a nővérének a, a gyilkosát, ő így Pokrétan a... elbukik. Elbukik, is, hogy ő ugye egy bizonyos értelemben már alapból halott volt. Tehát, hogy ő, az, ki, mm -hmm. aki az élet ö, számtalan lehetséges dimenzióját és élvezési módját, és kiaknázási lehetőségét redukálta arra, hogy mint az őrült megy a vámpír után, az egy darab vámpír után. Ö, ő már igazából alapból sok szempont szerint hát lelkileg és egyébként halott volt, és hogy így már így megtalálta a karakter a maga végét, szóval ez nagyon, mintha egy nagy törvényszerűség teljesítette volna be ezt a dolgot. Hát, igen, tehát a klasszikus bosszú narratíva, hogy lehet, hogy bosszút tudsz állni azon, aki neked rosszat tett, de, lehet, de közben te magad is vagy belül meghalsz, vagy, ki, a, a, vagy fizikailag is. Igen, 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 igen. Úgyhogy szerintem kellőképpen. Maximálisan nyilván. tudjuk a, ajánlani Igen. ezt a filmet. Igen, úgyhogy mindenki nézze meg a, a, prédát, és akkor mi pedig repüljünk rá a következő. Egyébként a, a blokknak a legrövidebb filmére, a Nano című Gőzmárton filmre, ami megint csak egy, egy science fiction, és nem volna-e kedved esetleg ezt fölvezetni? E Megpróbáltam, igen, megpróbálom gyorsan felvezetni. Igazából az a helyzet, hogy mivel 9 perces ez a film, viszont ennek ellenére iszonyú sok mindenről akarna szólni. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy a közeljövőben járunk, és e az a NanoCorp című nevű e megacég e olyan speciális... E e dolgokat fejleszt ki, ami által az ember újra tudja élni a legpozitívabb emlékeit, például, hogyha esetleg valaki Öregen demenciában szenved, akkor uh, újra tudja venni a, a jó családi emlékeit, és így tovább tovább. Viszont uh, ez ki, hamar kiderül, hogy ezeknek az eszközöknek van uh, egyfajta negatív hatása, ugyanis, hogyha az ember túl sokszor éli át uh, a saját pozitív emlékeit, akkor beléjük ragad, és akkor egy, egy idő után az kisüti, a, az embernek az aját is meghalnak. És uh, ezt uh, hiszem nem tudom, már. Itt hall, hallványok az emlékeim mert ezzel a filmmel kapcsolatban. Nem tudom, hogy -e a cégnek az egyik embere vagy nyomozója próbálja erről a, az igazgatót meggyőzni, hogy ö, esetleg vissza kéne vonni ezt a terméket. Ö, mert úgy van felépítve a film, hogy, hogy el, elmondja ezeket a dolgokat így a technológiával kapcsolatban, de közben ilyen flashback szerkezetre van felépítve, csak mivel ugye 9 perces a film, ezért iszonyú módon rohan az egész, és iszonyú tempóban van sűrítve minden, éppen ezért nekem nagyon kapkodónak érződik ez az egész, főleg, hogy egy ilyen érzelmi dolgot is bele akarnak vinni, hogy az a, hogy az a csávó, aki mondja ezt az igazgatónak, az konkrétan az igazgatónak a, 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 fia, és próbálja őt is meggyőzni arról, hogy próbálja meg eltávolítani ezt a nanotechnológiát a fejéből, és nekem, Nekem őszintén szólva ez film pont ezért nem tetszett a rövidsége miatt, mert nekem úgy jött le, hogy mivel ilyen sok mindent próbál összesűríteni és elmondani alig pár perc alatt, ezért nem jut, nincs idő arra, hogy igazán megemészik az információkat, nincs igazán ereje a drámának, amit bele akar vinni a két főszereplőnek a kapcsolatába, és úgy ö, voltam ezzel a filmnel, hogy oké, okay, lehet 10 percben megcsinálni a magyar ö, minority reportot, de minek? <laughs> igen, igen, igen. Meg az is tök, tök érdekes, hogy... hogy ö... Az, az, elmúlt két évben szerintem, vagy nem is tudom hány évben, ez a második olyan magyar skifi próbálkozás, nem tudta túl sok lett volna, ami, aminek igen jelentős hányadát azt teszik ki, hogy valaki kifelé rohan egy ilyen nagyon high-tech yeah. és nem emlékszem a másikra, de biztos láttad azt a, a, a ilyen nagyon furcsán ö, néz ki ilyen nagyon, nagyon technológiailag rendkívül ö, rosszul kivitelezett ö, Filmet, ami pár éve ment körbe, most nem emlékszem, de annak is uh, ilyen. Tehát annak is nagyon nagy hányad abból áll, hogy valaki kifelé szalad egy épületből, és akkor. És, tehát, hogy a, a technológia, mint a nagy high-tech épület szimbóluma, az így mint egy körbe zárja, és uh, üldözi, és nem hagyja, hogy kiusson. Tehát, hogy a ilyen, ilyen szövevényesei uh, dolog uh, keletkezik a a, 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 a vizuális világban, ami mintegy az emberi elmének is lehet a megfelelője, hogyha ennyire el akarunk ebben élni. Üm, viszont egyébként nekem is valami ilyesmi volt a benyomásom, tehát nem volt minden rossz szándék nélkül való az, hogy most téged kértelek fel a rajmutásban, mert egész konkrétan nem emlékeztem, hogy mi, mi van, tehát hogy a, a, az van meg, hogy... Nekem is csak ilyen sziánkok maradtak meg ebből a filmből, talán pont azért is, mert hogy a tehát, hogy annyi mindent próbál olyan kevés idő alatt elmondani, hogy az valahogy automatikusan úgy kimegy az ember fejéből, mint ahogy a nanotechnológia szorít. Mi ezt akartam mondani. <laughs> Igen, lehet, hogy mi is áldozatául estünk egy, 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 egy valami, valami technológiai kavarásnak. Egy annyi jutott itt az eszembe, hogy volt benne, nagyon rakás, nagyon érdekes elem, de szerintem mindegyik pont az volt, amit te is mondtál, hogy mivel a, a flashback szerkezet miatt nehéz, hát, illetve a flashback szerkezet és a nagyon rövid játékidőnek ez a sajátos kölcsönhatása egyfajta kaval, kavarodást teremt, ezért nem biztos, hogy amit én ilyen érdekességként kiszúrok, az akkora érdem a részemről, hanem épp az, hogy még ennek ellenére is feltűnik, hogy, hogy van valami efféle a filmben, nem annak ellenére, hogy hogy a rövid játék nem éppen kedvez az ilyesfajta narratíváknak, hogy annál a résznél, amikor beszélget a cégvezérrel az egyik csóka, akiről kiderül, hogy egyébként ennek az idősebb fószernek a fia, tehát a cégvezérnek a, a fia volna, aki mint egy próbálja emlékeztetni arra az apját, hogy, hogy itt a technológiai kavarás egy nagyon rossz irányba Változott, hogy neki az egyik snitben benne van a homlokában, vagy mi a halántékában ez az aranyszínű kis eszköz, a másikban pedig ö, egy ilyen furcsa kitépésnek a nyoma mutatkozik ott, de a, külön, de a következő snitben már megint ott van. És hogy ö, ez pont ezt erősíti, hogy na, ez is egy olyan, olyan film, aminek jót tenne, hogyha ilyen szárnyas fejvadász 2049 típusú tempót valósítana meg, hogy legyen időm felfogni, hogy mi történik. Öm, már csak azért is, mert a, pont az ilyesfajta science fiction szerintem mindig is jobban, jobban működnek, amikor, amikor lassúak. Tehát a, a meg amikor van egy rakás dolog még, ami nem feltétlen tartozik a nagyon szűk értelemben a, a sztorihoz. Tehát itt is a, csak ilyen egyszerűen ez, hogy hogy hát igen, hogyha a szép emlékeinkbe akarunk kapaszkodni, akkor egy idő után a szép emlékeinken kívül, és azoknak is egy limitált halmazán kívül sok mást, fontos dolgot, tehát például a fiunk arcát és nevét elfelejtjük. És emiatt ráfizetünk, újban, Tehát ez egy évezredes tanulság, nem csak a, a, a filmkultúrában, hanem a a, a, a mitológikus, folklorisztikus korok óta szerintem a, 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 ez a fajta tanulság, ez létezik a, a, a kultúrtörténetben. És szerintem pont az szokott nagyon jót tenni az ilyen koncepcióknak, hogy van bennük egy rakás szempont, ami egész másról szól. Tehát például úgymond dokumentum értékű felvételek egy fiktív világról, ahol szemlélhetjük azt, hogy mégis milyenek azok a hétköznapok, amik, amik így telnek. És ilyen is van ebben a filmben, tehát van egy darab szekvencia szerintem, amikor egy. egy valaki a családja körében tölti a, a hétköznapját, vagy, egy, vagy valamennyi idejét úgy, hogy egyébként már nem emlékszik rájuk, meg alkalmasint több rokon már nem is él, vagy valami ilyesmi, tehát hogy az, ilyen, az ilyen momentumok tudják igazán élményíteni ennek a fajta koncepciónak a, a, az élét és a hatását, és ehhez, a, ehhez az idő kell. De hogy talán már már kétszer ennyi játékidőben is sokkal jobban működött volna. Tehát, um... Igen. Tehát, tehát az van, hogy minden, amit felsorolsz, ezek benne lennének, és ezek a jó dolgok, amik ugye egy ilyen disztopikus szifit jellemeznek, viszont ehhez egész egyszerűen idő kell. Idő kell a world buildinghez, a világépítéshez kell, idő kell a karakterekhez, idő kell a morális, szociális dilemmákhoz, amiket például a rohamos technológiai fejlődés ugye mindig felhoz magával, és viszont ennek a filmnek egész egyszerűen nincs ideje, mert 9 percben korlátozza le magát, úgyhogy ebbe a stáblista is benne van, és mivel nincs idő, ezért nincs mélysége a dolognak, nincs... Ö, ö, tehát, hogy egy gigantikus rohanás az egész, amit ö, szinte azonnal elfelejt az ember pont azért, mert nincs ideje megemészteni. Igen, és bennem tökre fölmerült, mert ugye egy ilyen reklámszekvenciával kezdődik a film, ez még megvan, hogy a, ennek a nanokorpnak a, az a reklámja ö, nyitja a filmet, ami ilyen elképesztően arcba mászó, arcpirító ilyen gyökérség, tehát ilyen direkt ilyen túltolt, hogy érezd, hogy ez kurva szar, miközben nagyon jónak adják elő. És azon is elgondolkodtam, hogy a 9 percben megvalósítani valami ilyet, tehát hogy meg, van benne olyan szekvencia is, amikor valaki körbevezet valakiket az épületben. Tehát, hogy már ha, ha megcélozták volna például azt a forgatókönyvet, hogy oké, okay, akkor a hagyományos történetmesélést, azt egy kicsit így most akkor ez, kis padra ültetjük, és helyette egy ilyen pseudonarratívát gyártunk, ahol mint egy a nézőket körbevezetjük ebben a világban, akkor, akkor lehet, hogy tehát ha nem próbálják meg megcélozni azt a fajta dramaturgiát, amit ennyi időben egyszer lehetetlen, lehetetlen kialakítani, akkor, akkor talán többet markoltak volna, mint, mint amennyit így, így sikerült meg ez is tökre benne van, hogy akiket így körbevezetnek, most ez pont így eszembe jutott, mert, mert pont ezt mondtam, azok közül az egyik lesz majd egy valaki, aki rájön a csalásra, de nem tudjuk, hogy honnan kéne rájönnie, a főszereplő sem tudja, akiről mi se tudjuk még, hogy ő a főszereplő, vagy hogy ő kicsit, tehát hogy összesűrűsödnek ilyen dolgok, és pont a flashback szerkezet miatt, tehát egy valaki, akit épp körbevezetnek, tehát egy ilyen háttérszereplőnek tűnik hirtelen az előtérbe lép, hogy akkor ő a, ő a a főszereplő, mert majd a film végén megtudod, hogy a film eleje egyébként nem a film elején van, hanem sokkal korábban, vagy valahogy így. Ezek ilyen érdekes dolgok, és nem mondom egyébként, hogy teljesen terméketlen ez a fajta, ez a fajta halálos sűrítés, de az a baj, hogy akkor meg kontextus nélkül marad. Tehát ha mondjuk itt lenne a film így előttünk, és akkor így, így frame-ről frame, frame így lépkednénk, hogy akkor hogy van, akkor mint rejtvény, az csak ugyan nagyon érdekes lenne, és akkor talán ez az a pont, amikor, hogyha jobban összesűríted, akkor, vagy ha erre a szintre sűrítesz egy ilyen narratívát, akkor már ilyen tudatfilmé változik a, a flashback szerkezet, tehát hogy a, olyan sok van belőle, hogy már hogy nem fogod érteni. És a Ilyenkor csak így át kell engedni magadon az élményt, és ami megmarad belőle abban nagy nehezen kapaszkodsz, mint ahogy egyébként ezt most még is csináltuk. Tehát igen, így, igen. És ez őszintén szóval, én csodálkozom, hogy ennyi mindent fel tudsz idézni ebből a filmből, mert nekem tényleg csak ilyen képkockák, de semmi több. Tehát, hogy ez egy. Tehát ez egy ígéretes vázlat, de annál többet egész egyszerűen nem. Már csak igen, a méretében hosszából. Kifolyólag. Egyébként nekem is tényleg, tehát hogy így most, ahogy elkezdtem mondani, az egyik szó után villant fel a másik kép, hogy mi, mi volt a filmben, de előtte tényleg al alig volt meg bele bármi, mert mint egy emlékkép így elpörölt. Tehát konkrétan két trailer, hosszú ez a film, vagy vagy három vagy valami ilyesmi. Igen. De annak például tök jó lenne, ha hirtelen szavaznak neki egy 10 milliárdos büdzsét, akkor nyomja, okay, akkor jö, ez csak hogy így. Igen. Öm... Csak akkor valószínűleg nem 9 perc nálam, rendesen két óra, vagy annál is több. Mert igen, a, igen. Azért ez, ez a, ezek a dolgok, amiket felvet, ezek sajnos tényleg ö, ezt követelik meg. Egy ilyen nagy játékfilmes fosszat és hogy milyen érdekes, mert pont a ugye a Nibiru kapcsán, ami a másik science fiction koncepció most erre az adásra, ott mondtam, hogy mennyire sajnálom, hogy nincs tovább a film, de hogy itt nem sajnálom, de hiányzik. Tehát igen, hogy... Igen, a... igen. Tehát érdekes. Ja, szerintem akkor ezt, ezt le tudtuk, és akkor menjünk az utolsó produkcióra, a úr Laura féle limbo filmre, limbo című filmre, egy 18 perces alkotás, ez Igen. a leg, legspeciálisabb, azt hiszem, a felhozat. Igen, hogyha most lenne itt nálam alkohol, akkor most nyúlnék hozzá értem, mert ez a film, ez szkőkemény volt, tehát hogy ennél a filmnél jött be nekem igazán az, amit annól Roger Ebert nagyon sokszor mondott, hogy nincs az a jó film, ami túl hosszú lenne, és nincs az a rossz film, ami túl rövid lenne. Tehát, oh. hogy ez a 18 perc ez brutális volt nekem. Nekem is. Tehát, hogy ez alapból az itteni filmek, azok valahogy már a, én már a, a Kellemes apokalipszisnél éreztem, hogy itt már itt, itt hosszúak vagyunk, valahogy. Nekem már a limbo is, bocsánat, már, mint a nano is rettentő hosszúnak érződött pedig az nagyon rövid volt, tehát ez 9 perces volt, de hogy. Ez a, ez a film ez rettentő brutális lass, lassan vászorgott előre. Ráadásul volt vele egy rakás öm, technikai probléma is. Most ezekben mindjárt megmerítkezek, de előre szeretném jelezni, hogy majd mondok pozitívumokat is, csak nehogy az legyen, hogy, hogy izén meg magamnak is már elfelejtem. Igen? 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 Tehát, hogy igazából az, az a baj ezzel a, a filmmel, hogy. hogy igazából. Én értem, hogy mi volt az a koncepció, amire föl akart épülni ez a film, viszont ahogy meg van valósítva, az konkrétan olyan, mintha ezt a filmet teljesen random módon vágták volna össze. Tehát, hogy olyan... Tehát, hogy... Én, én, tehát, hogy én igazából örülök annak, hogy Letterboxon ne nem volt betéve ez a film, mert hogyha be volna téve, akkor valószínűleg a, ugye a megtekintés napján valami olyan csúnyát írok bele, amit 24 óra múlva én is megbánok. Pont ezért nem tettem, tettem film... föl egyébként. Pont ezért nem tettem föl. <laughs> Igen. Tehát, hogy nekem leginkább az volt az érzésem, hogy tudod, vannak ezek a young adult regények, mint a, például a divergens, a a éhezők fiadala, meg az ilyesmi. Ja, igen, igen. És olyan volt, mintha egy ilyesmit olvasná az ember, de úgy olvassa, hogy 30 oldalon, hogy így random oldalaknál nyitja ki az ember, tehát, hogy nem egy koherens narratívaként egy elejétől végig, hanem így össze-vissza ugrál az egész olyan szinten, hogy én még azt is nagyon nehezen tudom, így emlékből, meg így alapból összerakni hogy de miről szólt ez a film? De azt megvan, hogy hogy van egy lány, aki átkerül egy ilyen teljesen idegen világba, ami valószínűleg élet és halál között van, és találkozik ott egy ilyen révészel, aki át akarja őt vezetni más világba, és aztán őket elkezdik üldözni, de hogy miért, és hogy mi az ő kapcsolatuk, és hogy tehát, nem, tehát teljesen inkoherens, kaotikus és zavaros volt nekem ez a film, arról nem is beszélve, hogy olyan röltetett és mérsékelt dialógusok vannak benne, amitől azt hittem, hogy lekaparom a széknek a kartfáját. <laughs> Technikailag tényleg nagyon kilóg benne a lólába, amit szerintem majd te fogsz említeni, de fú, én, én brutálisan szenvedtem ezen a filmen. Főleg úgy, hogy ha jól emlékszem, akkor ezt követte a Prédát, ami nekem a legjobb film volt az öt igen, közül. Igen, úgy, igen. Hogy különösen brutális volt a kontraszt. Igen, és ö, tehát egyébként szerintem itt az van, és akkor most próbálkozom, hogy, ö, hogy vannak ezek a. Tehát itt egyrészt vannak sorsok, amiket fonalak. Ö, reprezentálnak, és akkor vannak az ilyen ö, fonal mintával jelölt emberek, vagy hát emberszerű, más minőségű entitások ebben a, ebben a világban. Ö, most hirtelen egyre emlékszem, ugye, aki itt virít a friss úsnak az oldalán, a, a, a színésznő, és akkor emellett ö, élet és halál koncepciók is vannak, tehát hogyha valaki meghal, akkor átkerül ebbe az átmeneti világba, és ö, itt egy révész elviszi a túlvilágra, vagy hát valahova, hova jutnia kell, és hogy de ugyanitt akkor ők nem csak azért felelősek, hogy átvigyék az embereket a túlpartra, tehát nem egy ilyen Pseudo-David-Jones koncepció bontakozik ki, hanem egyúttal, mintha adott lenne egy folyamatos újjászületési világrend, tehát aki meghal, akkor ott a halálnak, és az életnek egyúttal ö, ilyen sors ö, koncepciója is van, tehát hogy köze van a, a sorshoz annak, hogy uh, hogyan van élet előtt és élet utáni pozíció ebben a világban, és hogy akkor a lány uh, meghal, bekerül ide, és összetalálkozik egy másik uh, lányjal, aki ez a egy révész, de nem az ő révésze, mert mindenkinek van egy révésze, akinek az a dolga, hogy őt magát speciálisan, őt uh, elkísérje valahova, amit gondolom, ő tud, hogy hova kell, de ők elkezdenek uh, beszélgetni és összebarátkoznak, és ennek a, ennek a révész vannak ilyen különös, nem révészszerű, tehát nem ebben az életek közötti térben létező motivációi, hanem vannak ilyen meglehetősen életszerű motivációi is, hogy barátkozni szeretne, meg ilyesmi, és akkor a, hát üldözik egymást, meg van, tehát vannak olyan szekvenciák ebben a filmben, amik nagyon erősen emlékeztetnek arra, mint hogyha egy normális dramaturgiát szeretnének majmolni. És de kb. azon a szinten, mint amikor mit tudom, Kossuth megtanult a börtönben angolul, és kijött, és mondott egy beszédet, és akkor akik angolul értettek, vagy akik angol anyanyelvűek voltak, azok mondták, hogy na hát ez az angol nyelv mennyire vagy ez a magyar nyelv mennyire hasonlít az angolra. Tehát, hogy kb. ezen a szinten <laughs> tudom ezt így értelmezni. Tehát, hogy voltak ellenlábasok, akik meg akarták gátolni abban ezt a lányt, hogy összebarátkozzon az életből jövő lányjal, illetve akiknek, akik ellenlábasoknak, mint hogyha az is lett volna még a motivációjuk, hogy élet és halál rendjét így módon föntartsák, tehát ne engedjék őket alternatív barátságot kötni. És akkor a film vége pedig az, hogy de azért tehát mint, mint, az Adjustment bureau egyébként, hogy annyira erősködnek, hogy végül az intézmény úgy dönt, hogy annyi problémát okoznak, hogy akkor már ők nekik így megengedi ezt így, és akkor a, vége az, hogy, hogy újjá születnek, és összeköti így őket ilyen fonalakkal, és ők majd az életben összetalálkoznak. Tehát kicsit ez az ilyen sinkai makotó is benne van nekem, hogy a, igen, tehát tökre érzem ezt, amit most mondtál az előbb a Hunger Games-el, meg az ilyenekkel, hogy ez a, hát ez súnyán fogalmazva ez a romcsitini irodalomnak a, hát többé-kevésbé kreatív koncepciója, tehát azt hiszem valami ilyesmi volt. A igen, a igen, tehát hogy igazából hát, hogy igazából itt arról van szó, amit nagyon jól megfejtettél, hogy ez a film megpróbálja a nyugati műfai filmes azt az általunk is ismert narratív struktúrát utánozni és átvinni, egy ilyen átvenni, imitálni, viszont ezek, ezekhez az építő építőkockákhoz, amikből ugye felépül ez a narratív struktúra, olyan ügyetlenül nyúl hozzá, hogy abból valami teljesen más képződik. Tehát, hogy nekem, tehát, hogy olyan váltások vannak benne, így például, így a különböző jelenetek, meg az ilyen üldöző jelenetek, meg az ilyen, ö, amikor az expozíciókat mondják, tehát hogy olyan váratlanul váltják ezek egymást, hogy nekem majdnem úgy ilyen, tehát, hogy, hogyha nem, tehát hogyha nem idegesített volna mondjuk ö, abban a tekintetben, hogy ö, hogy, ö, hogy, ö, hogy így teljesen... Idegesít, hogy nem értem, hogy mi a franc történik, akkor lehet, hogy egy ilyen avantgárd kísérletként, avantgárd műfaj kísérletként tudtam volna értékelni, de azért, e, azért azt erősen kétlem, hogy ez volt a készítőknek a szándéka, hogy direkt egy ilyen műfaj dekonstrukciót csinálunk, ilyen narratív szinten, azzal, hogy teljesen más menetben csináljuk a vágást, és akkor így így random teszik egymás mellé a jeleneteket. Igen, egyébként ezen én is gondolkodtam közben, hogy nem lehet-e, hogy itt valami ilyen elbaszott ö, kísérleti műfaj kocvasztás történik, de az a baj, hogy, hogy nálam a, a kísérleti filmek azok ö, általában mindig ilyen vérprofinak tűnnek. Tehát hogy ott általában ilyen agyhalál kocsvaszt látok, tehát hogy mit tudom én, Lichter Péterék a a izét, és igen. akkor utána az kurva jól néz ki, és egyértelmű, hogy itt most én ezt nem azért nem értem, mert hülye vagyok, meg nem azért, mert ők valamit elrontottak, hanem mert itt valami mást kéne keresni. Igen, tehát hogy a, tehát, hogy a kísérleti filmek dekonstrukciójában van, mindig van, tehát hogy amit profint csinálnak, azban mindig van egyfajta minimális tudatosság, hogy tudod, hogy ezért érzed, hogy az alkotó, a rendező, az miért csinálja így a kísérletezést, ahogyan, tehát hogy, tehát, hogy nincs benne az a fajta pánikszerűség, amit ennél a filmnél éreztem, hogy, hogy tényleg azt érzett, hogy, hogy, annyira, annyira erőltetettem próbálja lemásolni azt, amit Amerikában látott, hogy közben teljesen elveszíti a fonalat, és így próbálja magát kihámozni abból, amit leforgatott, de nem, nem, találja az, az irányvonalat. Tehát, hogy, tehát, hogy olyan, tehát, hogy az a fajta kautikusság, ami minél azt érzed, hogy, hogy, fejetlen, és hogy nincs, nincs egy irányvonala, nincs benne tudatosság, és hogy tulajdonképpen, hogy, tehát, hogy nem szándékosan inkoherens, hanem hogy, tudattalanul inkoherens és kapkodó, és hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a film nem, nem tudja igazán, tehát hogy egyszerűen rosszul van a szerepvel az egész. Igen, Nagyon és hogy, hogy ráadásul ez, a, ez az, az a fajta, ami a fejétől bűzlik, sajnos, tehát hogy van egy rakás, és akkor kicsit most ebbe a technikai dologba belemennék, tehát hogy van, azt hiszem, hogy egyébként 4-3-as volt a a, a most hirtelen valamiért ez, ez ugrik be nekem, hogy mintha nem szíves Igen, az nekem is mondani. meg volt, hogy, hogy nekem is egy nagy kérdőjel volt, hogy most akkor ezt miért vették fel négy -hármazza. Igen. És, e, és, ebben is egy, ez a, ez a válmegvonos, hogy miért ne megközelítés érződik, ami sose jön, főleg, hogyha egy műfaj filmről van szó. Igen, meg ugye az is benne lehet, most az a helyzet, hogy előtte rossz hiszemű énem, én de ilyenkor én most azon gondolkodom, hogy hogy tehát én, amikor gimiben a haverokkal forgattuk a különféle filmjeinket médiatagozaton, akkor sokszor szerettünk volna előnyt kovácsolni abból, hogy pontosan tudtuk, hogy milyen bénák vagyunk. Ezért hozzányúltunk bizonyos szerzői eszközökhöz, amik utó végre még rosszabbá tették az összhatást, mint amilyen feltétlen lett volna, hogyha ha elvégezzük úgy, ahogy, ahogy tisztes iparos gimnáziumi gyerek elvégzi a munkát. Amit aztán persze megpróbáltunk, meg mit tudom, a egy humorral ellensúlyozni, ami még rosszabb lett, de most ez, ez mellékes. De hogy azon tudok esetleg elgondolkodni, hogy azért lehet ez a 4-3-as dolog, mert, mert akkor az magában rejt valami elemezni valót, hogy akkor mi most itt elfilozofálunk azon esetleg, hogy miért 4-3-as az 4-3-as, miközben nem biztos, hogy van mögötte annál több indok, mint hogy. Mint hogyha 4-3-ra próbálják meg elrendezni a, 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 a képkivágatot, és a, a vizuális koherenciát erre állítják be, akkor az különlegesnek tűnik már önmagáért, és ezzel mint egy leplezi, hogy a koncepcióból mindenfajta különlegesség alapvetően hiányzik. Üm, viszont egyéb gondok is vannak. Tehát, hogy itt üm, ugye a, a Márkó filménél beszéltünk arról, hogy hogy az egész uh, audio világ az a nulláról digitálisan újra volt újra volt kreálva. Na, ennél a filmnél a hang, hangzás, a hang az rettenetes volt, tehát, hogy, hogy mintha négy különböző mikrofon lett volna, de egyik se olyan, amit szabadtéren használni túl szerencsés, és mindegyik más távolságba lett volna helyezve, és mindegyik másod lett volna beállítva, és az utómunka az nem, hogy közelítette volna a hangzásnak a mienségét, vagy a, vagy a karakterisztikát egymáshoz, hanem még messzebb tolta egymástól őket. Ráadásul csomószor visszhangoztak, meg, meg ilyen nagyon furcsa, hullámzó, egyik hangosabb, másik halkabb a szónak az eleje hiányzik, de a következő szó végének túl hangos. Er... Igen, és ha még erre ráhúzol azt a bombasztikus zenét, amit, igen, amit igen. használtak, ami <laughs> sokszor teljesen elnyomta azt, amiről éppen beszéltek, hát igazamos az eszkép. Igen, és ugyanez a, egy, ugyanez a fajta agyrém, ez megnyilvánul a vizuális világban is. Tehát a, ez az ilyen, nem akarom azt mondani, hogy nagyon, nagyon olcsó kamera, de, de néha ez, amikor itt szembe, de valószínűleg a kamera se egy, egy ilyen elképesztő high-tech cucc, viszont azért, aki mögötte állt sem feltétlen ö, tudna mondjuk egy hollywoodi szuperprodukció kameramanyaként prosperálni, hogy így fejezzem ki magam mert voltak részek, amikor itt szembefordultak mondjuk a nappal, ami tök okay, de olyan rettenetesen kiégett, hogy, hogy, meg nem is, hogy kiégett, de hogy egyszer eltűnt az élesség, elveszett a, nem csak a fókusz, de a kompozíció is hirtelen teljesen elveszett. Mint hogyha et, egyszerre vették volna föl az egészet, és nem vették volna újra, mert nem érezték, hogy ezt újra kell venni, vagy esetleg nem volt rá akkor kapacitás, vagy több forrás, vagy ilyesmi. És ez a forrás forráshiány, most ezen így elgondolkodtam, és közben is eszembe jutott, hogy ez azért magában a helyszínben is némileg meg, megnyilvánul. Tehát uh, kimenni random az erdőbe, és akkor ott um, tehát hogy én nem, nem, igazán látom, hogy a tartalom miért indokolja ezt a helyszínt. Tehát például egy stúdióban, ahol, ahol mondjuk semmi nincs az égegyet a világon, csak fonalak a falon, meg valami grafika mögötte. Lehet, hogy ott szemletesebb lett volna ezt kifejteni, mint, a, mint, egy erdőben. Csak ugye gondolom kellettek helyek, ahol, ahol barangolhatnak. Nem, mint hogy azt nem lehetne megoldani egy full fehér helyen. Tehát, hogy, hogy az azt se lett volna kevésbé fantáziadús, mint amennyire volt ez. És hogy nekem ezek a nagyon ilyen fura ilyen alapdolgok jutnak eszembe, hogy a helyszínválasztás is talán úgy, úgy történhetett, hogy hát keresni kellett egy helyet, ahol relatíve kicsi az esélye annak, hogy valaki illetéktelen civil random belesétál a kamera képébe, és amiatt újra kell venni. De hogy ennél többet sajnos nem tudok kigondolni Igen. mögötte. Igen, tehát, hogy igazából minden, amit mondasz, hogy a, a, a kamerakezeléstől kezdve a képalkodáson át, a helyszínválasztásig, tehát, hogy említetted, hogy lehetett volna ezt ilyen stúdióban stilizáltan megcsinálni, viszont az baj, hogy mindehhez kellett volna egy rendezői koncepció, viszont ami rendezői koncepciót én láttam ebben a filmben, az teljesen az ilyen csapjunk bele, és majd lesz, amilyen lesz, módon lett megcsinálva. És egyébként, hogyha a forráshiányról, meg az esetleges technikailag, nem éppen high-tech kamerákról, meg ilyesmitről van szó, pont azért is volt annyira fájdalmas a film, mert ugye a Márkonak a filmét követte, ami szintén szerintem nem, nem biztos, hogy többből készült meg jobb kamera, mint ez, viszont ott a Márkonak volt vizuális koncepciója volt jó operatőr, jó világosítója, figyeltek arra, hogy minden kép jól meg legyen csinálva, minden kép ki legyen találva. Itt viszont ennél a filmnél tényleg, hogy mondjam, a slamposság az, ami irányított minden döntést, és hogy legyen meg igazából minél gyorsabban. Hát gondol csak helyet. Igen, igen, sajnos szóval. Ez, ez tipikusan az a, az a produkció, ami akkor nagyon érdekes, hogyha ha egy rendező például befut egy soha nem látott, nagyon híres, zseniális életutat, aztán egy 50 éves jubileumi 4K-s Blu-ray kiadáson az extrák között felbukkan egy régi régi amatőr igen. film, amit megnézünk, megnézzünk, igen. és akkor ráadásul nem egy másik rakás, kortárs, nagyon erős működött moziban, hanem otthon egyedül, és utána megbeszéljük, hogy na hát, ezek és azok a szerzői jegyek már itt is fel-fel bukkannak, amiket... Vagy, vagy azt az beszéljük meg, hogy mennyit fejlődött abban igen. az 40-50 évben. Tehát én, én, csak azt a tudom megosztani, hogy annó Stanley Kubrick minden idők egyik legnagyobb rendezője, ő, ő is az első filmjét volt vele, hogy Lexi, és ebben elégette volna az összes kópiát, mert annyira rossz volt, és én láttam is a Fear and, and Desire-t, és az tényleg annyira rossz, hogy hogy megérdemelte volna, hogy elégessék, ehhez képest 15 évvel később megrendezte az Eurodusszát, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy ő, Pozsai Laura is jobb filmeket fog csinálni, ez viszont ő, sajnos nagyon gyenge lett, főleg a mezőnyhöz képest. Igen, és egyébként a, a Spielbergnek is van ilyen sztoria, tehát elvileg neki volt valami ilyen nagyon fiatal korában egy 150 perces skifie, ami elveszett, de amiből néhány perc megvan, de interjúztatták, és mondta, hogy az akkor, amikor elkészült, az saját megítélésent későbbi megítélése szerint az akkor a világ legrosszabb filmje volt, és örül is neki, hogy elveszett, tehát hogy ezek a későbbi nagyalkotók, ezek tényleg néha rittyentenek ilyen nem túl minőségi első filmeket, szóval őszintén szóval én reménykedem, hogy ennél csak jobbat készít majd a, a, a rendező. Mindazonáltal tehát ez egy érdekes, egy érdekes koncepció, és bár teljesen obskurus a a helyszínválasztás, meg az épületválasztás, meg az egész. Azért mégis, hogyha az ember itt megpróbálja kicsit még, még ezt is megszeretett, hogy mégis megint utaljunk Kubrickra, tehát hogy megszeretni a bombát, megszeretni ezt a filmet, még megpróbáljuk, akkor azért, tehát például a, a piros vonalak a zöld környezetben, a rozsdás lécekkel, az jól néznek ki, tehát hogy lehet ebből egy koherens uh, világot csinálni esetleg, csak hogy uh, ahhoz például uh, még nagyon sok minden kéne, de például ezekből egy, egy jó koncepció kihozható ebből a, az ötletből szerintem, tehát több van benne, mint amit ö, sikerült megvalósítani, és ö, végül is akkor a, az én kritikám az úgy néz ki, hogy, hogy közel sem saját maga legjobb változata, de a, de van létyogosultsága. Még, még lehet talán belőle valami meg aztán hát mindenkinek mindenkit mindenki megillet a próbálkozás joga és én is tudom, hogy milyen nagyon kemény összehozni bármilyen filmet legyen az nagyjátékfilm, rövidfilm igen, ö, igen, ö, igen studentfilm, tehát hogy kísérleti film, tehát hogy én is dolgoztam ezekben és tudom, hogy mennyire kemény lehet összehozni de van sajnos amikor egész egyszerűen a körülmények úgy jönnek össze, hogy a végeredmény az sajnos nem jó. És ezeket, amiket mondunk, ezeket nem azért mondjuk, hogy megbántsuk az alkotót, hanem pont, hogy arra biztassuk, hogy, hogy tud, tud esetleg ennél jobbat csinálni. Igen, igen, így van. Meg hát nem csak a, az alkotót, hanem mindenkit, aki mit mindenkit. Tudom, a forrás közelben van, vagy akár úgy érzi magát, mint egy alkotó, hogy akkor is belevágna, hogy szülessenek hasonlóan kreatív alkotások jobb és rosszabb kivitelben. Tehát, hogy annál nincs is jobb, mert hogy igen, tehát annál nincs is jobb, mint egy jó műfaj kísérlet, talán csak egy, 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 egy sikeres műfaj kísérlet, tehát, hogy annál, uh, annál talán csak az jobb. Jó, úgyhogy szerintem ezt is, ezt is olyan nagyjából átbeszéltük, um, és akkor kb. A, az adás végén is vagyunk. Esetleg neked még a korábbiakhoz elhangzottakhoz hozzáfűzni valód maradt? Nem, szerintem nagyjából mindent elmondtunk ezekkel a filmekkel kapcsolatban, ami még így megmaradt bennünk így a fejünkben, mert ugye azért ezeket a filmeket legalábbis én két héttel ezelőtt láttam, és azért így rövid filmeknél a két hét is számít főleg, úgyhogy én azért elég sok média terméket fogyasztok, akár napi szinten is, és, de azért akadtak nagyon pozitív élmények, és akadtak kevésbé jók, viszont összességében ez a szekció szerintem nagyon igényes és jó lett, és nagyon biztató abban a tekintetben, hogy tényleg a, a, arra tudom, csak ezek szerintem nagyon bátorító próbálkozások lehetnek másoknak is arra, hogy tényleg érdemes műfai szempontból kísérletezni, és és lényegében hát jól lefették a spektrumot műfajok tekintetében, kicsit minőségben is, de, de tényleg nagyon jó kreatív munkák születtek, amik szerintem így remélhetőleg egy új mozgalomnak az előfutára lesznek. Igen, igen, igen. Tehát nem is örülnék semmi jobbnak, mint hogy a következő életszakaszomat azt egy egész új magyar műfai filmek iránt érdeklődő és érzékeny filmes nemzetéknek a jelenlétében tölthetem el itt a világon, úgyhogy ez tényleg... Igen, remény, reményük, hogy a fiatalok akkor nálunk fiatalabbak is már bátrabban nyúlnak -e ezek ez a műfaj eszközökhöz is, ahhoz is, hogy talán lesz lehetőségünk ezt akár nagy játékfilmes formában is kibújtani. Igen. Úgyhogy Szerintem az adás végére értünk. Tök jó volt egyébként, hogy most ezt így jól megbeszéltük. Tehát szerintem ennél többet az egyes filmek föl nem igazán lehetett volna mondani, és most azt is le tudtam mérni, hogy kb. egy blokknak a kibeszélője milyen hosszú, úgyhogy ez már szinte jelzi, Hi -hi. hogy milyen felbontás lesz a későbbiekben, hogy ne, ne kelljen nagyon megvágni, ne is kelljen nagyon, nagyon elnyújtani, hogy legyen értelmes adáshoz. Úgyhogy szerintem most igen. nekem is több szempontból okay. a formátumról észre is tanulságos volt, úgyhogy ez igen. Okay. Még arról kérdeznélek téged itt az adás végén, hogy ha szeretnének a hallgatók, akkor hol, hol tudnak téged követni, mit, mit próbóznál be? Promózásnak a, a filmes írásaimat tudnám ajánlani a filmtekercshu és az epik.hu-n. Kortárs és régebbi műfaj filmes témában is szoktam néha idő cikkeket írogatni. Szabó Kristóf néven keressetek, és még ezen kívül, hát, ahogy az, a kemény időknél is ezt a podcastet is tudom ajánlani minden régi és esetleges új hallgatónak. Igen, egyébként a kemény idők podcastet, azt én is nagyon ajánlanám, az, el, az pont, hogy műfajfilmekkel, és a, mifaj műfajfilmezésnek az eltagadott oldalával, a akciófilmekkel és elbaszott horrorfilmekkel, tehát a legcsodálatosabb műalkotásokkal foglalkozó igen. tematikus podcast, ami, ami, ráadásul nem is, nem is rohadt hosszú, hanem befogyasztható, vagy befogadható mértékű hosszú adásokat ö, 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 készít, és egyébként az epichu pont már csak azért is, mert a néha én is írogatok mostanában, szóval igen. Ha, valóban igen, igen. Ja. Ezt meg elfelejtettem Nem, mert... hát ez az én resztom, úgyhogy ja, ez, igen. Ez... igen. Na jó, szóval akkor nagyon köszönjük ez alkalommal is a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. A közeljövőre a, annyit tudok bejelenteni, hogy a Keresztapa trilógiával foglalkozó elemző sorozatunk harmadik részét igyekszünk mi hamarabb elkészíteni. Ez most már tényleg csak a véletlenen múlik. Emellett mindenképpen folytatni fogjuk a rémárom az elmúlt szában kibeszélőt, szintén a harmadik résznek a az elemzésével. Ez hasonlóképp az elmúlt néhány hétben már majdnem elkészült, csak aztán végül mégse készült el, de majd, na majd most a fellendülés időszakában ezt is megcsináljuk. Emellett várható még legalább két adás a friss hús magyar, de egyébként nemzetközi rövidfilmes filmfesztiválnak a magyar rovatainak a feldolgozásáról, ahol a továbbiakban majd Orbán Andor lesz a, a partner a kibeszélőkben, aki az idei fesztiválnak egyébként a, a a diák zsűrének az egyik tagja volt, és akkor így most tök jól körbelőjük ezt a, ezt a dolgot. Illetve lesz kétszázadik adás, ezt már az adás elején is emlegettem, nem biztos, hogy a kétszázadik adásban lesz a kétszázadik adás, hanem majd ahogy, ahogy összebírjuk hozni, úgy, de erre is lehet majd számítani. Illetve a leg legrandomabb témák is felbukkanhatnak, ha éppen úgy akarunk tenni, mint hogyha valami régi projektet hirtelen megvalósítanánk, pedig csak jutott, aztán csináltunk egyedásról. Na jó, úgyhogy akkor filmnéző podcast voltunk 197. alkalommal. Itt volt Kristóf. Sziasztok! És én gergő, sziasztok.